Ez itt a Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggel! This is Previously on Morning Show. Ez itt a Best of Morning Show. Hívjuk Mihály Norbit, mert hogy hétvégén elképesztő futamot futott, és szeretnénk neki gratulálni. Ha valaki ugye nem tudná, ő most először indult igazi gyári csapattal, ugye szakított ő. Nem szakított az Engőtimmel, hanem hát váltania kellett, elérkezett pályafutásra egy olyan pontjához, amikor is úgy döntött, hogy hát elválik Zengő Zolitól, és gyári csapattal folytatja, teljesen 100%-osan gyári csapattal, és gyönyörű hétvégét futott. Mind a két futamon ugye ő dobogóra tudott állni, ami egy elképesztő futam és egy elképesztő szezon kezdés. Ugye azt szokták mondani, hogy ha átkerülsz így csapatba valahová, akkor az első évben még nagyon nem is cseszegetnek, mert össze kell szokni. Tehát azt mondják, hogy bízunk benned, velünk vagy tök jó, de hogy nem az van, hogy akkor azonnal neked eredményeket kell hozni. Ez a fiú oda ment a gyári csapathoz, a gyerekek is két dobogó. Nagyon nagy. Itt van velünk Mihály Norbi. Norbi, jó reggelt kívánunk! Hello! Ez egy nagyon szép felvezetés volt. Hát szeretünk. Szemben nem dicsérünk. Körbe nyalogattunk. Hogy vagytok? Körbe csókolgattunk. Jól, köszönjük minden szépen. Király. Abszolút, abszolút jól. Te? Szuper, nálam is. Minden oké. Kicsit fáradtak vagyunk, mert Johannával, ha hiszitek, hanem pont most toppantunk be a lakásunkba. Autóval utaztunk haza. Neki ugye nincs haza kellett térnie, mert most indul épp munkába. De meg vagyunk, köszönjük. Nem pakolták ki a kecót, minden megvan. Megvan. Az egyetlen egy rossz dolog, hogy úgy tűnik, hogy a szomszéd most kezdett lakásfelújításba, úgyhogy nagyon nem fogunk pihenni. Az egy rossz hír. Tehát ha ő az ott egy ilyen burkolatcsere, minden felverő, minden megcsinálunk, akkor az egy hosszabb történet. Majd átnézek hozzá, megkérdezem. Ja. Na, hát gratulálunk a hétvége eredményeihez. Hát ez elképesztő. Kettőből kétszer dobogon álltál, ráadásul így a szezonkezdés. Gondolom, hogy erre talán még te sem mertél számítani, vagy igen? Hát őszintén szóval tudtam, hogy jó esélyekkel pályázhatunk legalább egy dobogóra, és itt most nem feltétlenül csak magamat értettem, hanem a csapattársakat is, mert most nem akarok nagyon szakmai részletekbe menni, de ugye a túrautó világbajnokságban van egy olyan furcsa szabály, hogy a jó autó az mindig kap plussúlyt, és ezzel a plussúlyjal egyenlíti ki a szervezőség az erőviszonyokat, és a tavaly és tavaly előtt világbajnok márka a Citroen, az az első versenyhétvégén, és majd a következőn is, 80 kilóval nehezebben kellett, hogy menjen, mint mindenki más. Úgyhogy ennek kapcsán én sejtettem már, hogy jó esélyekkel őket talán meg tudjuk verni. Télen elég sokat teszteltünk, és úgy érzem, hogy az autó is elég sokat fejlődött, és szerencsére ez látszott is egyébként az időmérőn már, és aztán a versenyfutamokon még inkább, mert hát igen, mind a két versenyen nem, hogy csak én dobogón álltam, az első futamot meg is nyertük, és az összesen 6 dobogós helyezésből ugye 4-et azt mi hoztunk el ahonnan a gyári csapatánál, úgyhogy mindenki nagyon boldog volt, mindenki nagyon örült, én sem remélhettem volna ennél sokkal többet. Remélem, hogy hasonlóan folytatódik majd a szezon. Ezt a plussúlyt utána leveszik a szétről? Erről azt mondod, hogy az első két futamban kap 80 kilót, utána ezt leveszik? Hát az a baj, hogy igen, a harmadik futamtól mindenki más kapni fog plussúlyt. Ugye itt az első két futam időeredményeinek tükrében a jó autók azok a harmadik versenyhétvégétől kapnak súlyt. Ugye nekem ez azért nagyon rossz ír, mert idén a harmadik versenyhétvége a Hungaroring lesz. Úgyhogy hát igen, nem akarom az ördögöt a falra festeni, de valószínűleg, hogyha nagyon jól sikerül a Szlovákia ring is, akkor a Hungaroring az annyira nem lesz jó, mert miért lesz a ez a plussúly, ez hogy néz ki, hogy egy masszívabb darab szerelőbe fekszik a csomagtartóba, legumipókozzák. Figyelj, támasz ki, jól indulunk. József, pont 80 kiló, hogy takarodjál be Honda-ba, üljél meg most a hátulra. Igen, egy csomagtartó, egybe. Ennél gondolom, kicsit profiba dolga. Szóval rakják ez egy... Vannak ilyen 20 kilós vas tömbök, és akkor az be lehet tenni vagy a pilóta mögé, vagy az anyósülésre. Ez általában ilyen pályakarakterisztikától és autóbeállítástól is függ, hogy épp hol szeretnéd a súlyt az autóban, hogy milyen legyen az autónak a súlyelosztása. Mondom, nekünk most megvan az a lehetőség, hogy a Hungaroring, de mi is megkapjuk a 80 kilót. Lehet, hogy csak 60-at kapunk, ki tudja.
mennyit sikerül lefűrészelni belőle. Mennyire adják az öntött vas kilóját. Na, de hát ez mindenképpen nagy eredmény. Azt láttam, mit tud ez a Citroën? Hát azért, hogy az ember nem érti, ugye mondtuk a franciákról, hogy azért ők sok mindenben jók, de talán az autóépítésben annyira nem, de mégis, hát egy Citroën van elő. Egy japán vagy egy német autótól lesz az ember elvárná, de egy francia autótól... Hát, át kell írjátok a sztereotípiátokat, ugye a francia, az olasz rossz. A Citroën nem is feltétlenül a pályaversenyzésben, de azért nem tudom, hogyha rallyt néztetek a korábbi években, akkor ugye ott volt Sebastian Loeb, 9-szer egymás után nyertek a WRC-ben világbajnokságot, iszonyatosan nagy tudással rendelkeznek autóépítés terén, és lehet, hogy az utcai autóknál vannak hiányosságok, vagy lehetnek hiányosságok, de azt versenypályán már nagyon régóta bizonyították, hogy szakáktól függetlenül most ugye a WTCC-ben is megérkeznek és le tudnak tarolni szinte bárkit. Hát igen, én úgy gondolom, hogy az idei év az még valószínűleg arról fog szólni, hogy a Citroenek nyernek a legtöbbször. Ugye itt most az első két versenyét végén kell kihasználnunk nekünk is az adódó lehetőséget és az adódó esélyt. Egy kicsit könnyebb autóval meg tudjuk mutatni, hogy fel tudjuk venni velük a lépést, valamint simán adódhat olyan versenypálya a szezon folyamán, aminek a vonalvezetése majd egy picit jobban fekszik a mi autónknak, és akkor megint meg lehet mutatnia, hogy ott tudunk lenni mi is, de összességében sajnos az idei év is arról fog szólni, hogy valószínűleg valamelyik Citroenes versenyző nyeri a világbajnokságot. Fura volt más csapattal? Meg már, hogy más emberek vannak körülötted? Nem mentél az Oliékhoz be véletlenül? Ugye, a Hamilton egyszer beállt, ugye, a Hamilton állt be még ugye a régi boxába egyszer, mikor nem is tudom már. Ugye emlékeztek? A megszokás. A megszokás. Rossz helyre állt be kerékcserénél. Hogy nem. De az most egyszerű volt, mert az Oli elég markánsan megváltoztatta a színvilágot. Nem tudom, hogy ezt láttátok, de tavaly még piros-fekete volt, idén már van benne zöld, van benne szürke, van benne fehér, és az azért látszik a boxban is, úgyhogy egyszerű volt most elkerülni azt, hogy beálljak oda. Egyébként sokat voltam túl a hétvégén, nagyon sokat beszélgettünk, szegény most el van hazva rendesen, nagyon sok dolga van. Ugye két autóval vágott neki az első verseny hétvégének, az egyik autó az szerencsére ment is a szombati napon. Hát látszik rajta, hogy őt is azért megviseli a helyzetnek is. Minden új, gyakorlatilag újból kell építkezni. Én ilyen szempontból egy kicsit jobb helyzetben vagyok, mert a gyári csapattal már teszteltem tavaly. Szerencsére nagyon jó fejek, kicsit azért néha olaszos a mentalitás, és több a beszéd, mint a munka. De összességben azt látszik rajtuk, hogy iszonyatosan elkötelezettek. Nagyon szeretik, amit csinálnak, és nagyon tudnak örülni a közös sikernek, és ezen a hétvégén is különösen látszott. Úgyhogy azt kell mondanom, hogy nagyon jól érzem magam a gyári csapatnál. Természetesen ahhoz, hogy úgy érezzem magam, mint a Rengő Motorsportnál, ahhoz még nagyon sok időnek el kell telnie, de jó úton haladok a felé, hogy itt is megérkezzek majd egy következő családba. Ez az olaszos mentalitás, ez azt jelenti, hogy délután 4 és 6 között semmit nem csinálnak sziasztát. Egy és öt között. És már uzsonára is pasztáztam. Mi a következő futam? Merre vagytok most Szlovákiában, vagy mit mondtál? Aha, két hét múlva lesz Szlovákiában verseny, és egy héttel a szlovákiai fordulót követi majd a Hungaroring. A Szlovákia Ring azt hiszem, hogy április 17-e, és a Hungaroring pedig április 24-e lesz idén. Április 24. Hát az nagy ünneplés az autó sportot lenni. Szeretőknek. Igen, jó szokott lenne egyébként. Tehát ezt egy ország várja, hogy versenyezzél a Hungaroringen. Norvid, gratulálunk még egyszer. De gyönyörű köszönöm eredmény. Köszönöm szépen. Köszönöm. Már reméljük, hogy ilyen lesz a folytatás is. Hát ebben mi is bízunk. Drukkolunk nagyon. Köszönjük szépen. Vigyázz magad. Beszélj a szomszéddal. Köszönjük. Megyek. Ciao. Hello. Egy jó lakásfelújítás, amikor azt is kikapod. Nem? Mész haza pihenni. Igen. Fúrnak maradnak, igen. Na, most azt hiszem pont, hogy harmadik vagy negyedik az összetetben. Hát ugye ez negyedik. Negyedik azért az első verseny után, ez még sokat nem mond, de azért ez egy gyönyörű, hogy kétszer áll dobogóra mind a két versenyen, egyből a harmadik helyen nyitott, az nagyon, nagyon szép dolog, igen. Figyelem! Az adás most felvételről megy. Balázs, Feri és Jani most pihen. Ha a téma ismerős, olyan, mintha már hallottad volna, az nem a véletlen műve. Ez itt a Best of Morning Show. Tegnap nagyon jó élményem volt, képzeljétek el, hosszú-hosszú évek után, és most komolyan mondom, higgyetek el, az én számomra ez abszolút hiteles. Jaj, de már várom, hogy folytatódik. Hosszú-hosszú évek után tegnap megfürödtem,
hajat mostam, de nem, nem a fürdés volt ott. De ez a felvezetés a nagy eseményhez? Igen. És este 10 órakor leültem, hogy én most bekapcsolok egy tévéműsort, és felkészülve arra a tévéműsorra, én megnézem. Rózsába öltöztettem a lelkemet, ugyanis én nem ülök már le nagyon tévézni. Ami kell, felveszem, később megnézem, letöltöm. Tehát ez a klasszikus, üljünk le a tévé elé és nézzük meg, ez nem volt nekem. Fél 10-kor elvettem. Rózsába öltöztetted a szívem, hogy ismételték a kapcsoltamat? Fél 10-kor vettem egy forró zuhanyt. Igen. 10 óra előtt 5 perccel bekészítettem némi nassolnivalót a tévé elé, és leültem, és televízióztam. Nem tudom, láttátok-e az óriás plakátokat? National Geographic, Morgan Freeman, Isten nyomában. Na, igen, jó volt, igen. Én nem láttam, készültem rá. Virekedve színésze, imádja. Ja, és most neki már volt egy ilyen sorozata, ott is az ilyen dolgokat feszegette, és én is nagyon vártam, én még nem voltam tévé közelben, fölvettem. Akkor érdemes megnézni, tök jó, mi? Jó, abszolút jó, mindjárt elmondom, hogy lehet, hogy nem biztos, hogy az első résszel kell kezdeni, és a következő történt. Gyermeki bizsergéssel vártam, hogy végre tényleg leülök megnézni egy tévésort, aki hosszú ideje nem tévézik, csak este sorozatokat néz, az elszokik attól az élménytől, hogy órára bekapcsolod a tévét, és vársz valamit a tévében. Szerintem erről emberek ezrei szoktak már le. Elindult maga Morgan Freeman, és elkezdett beszélni. És én közben SMS-eztem egy barátommal, és 5 perc után írtam neki, hogy ez túlhatásvadász, ne nézd, de még nem tudtam megfejteni, hogy mi az, ami zavar a dologban. De valójában marhára teszed, csak irigy voltál az élményre. Hallod, nagyon hatásvadász. Ne, képzeld, hogy Morgan Freeman beszélt, de közben női hang beszélt alatta. Morgan Freeman nem beszélt, akkor beszélt a Morgan Freeman, de én azt hittem, hogy velem van a baj. És a gyógyszerek. És vagy nem szedtem be, vagy nem szedtem be rendesen a gyógyszereket, vagy valami nem stimmel, de fél óráig néztem úgy egy tévéműsort, hogy nem jöttem rá, hogy elrontották a tévéműsort. Ugyanis utólag olvastam, hogy egy másik rész hangsávját keverték rá a 10 órakor kezdődő brutálisan beharangozott Isten nyomában című tudományos, fantasztikus, oknyomozó riport alá, és ezért láttad Morgan Freement, ahogy a harisnya fetisizmusról beszél női hangon. A holtengeri tekercsekről beszélni úgy, meg a Katrina hurikáról, hogy közben piramisok gyomrában sétált, és én még mindig úgy néztem, hogy nem... Azt hittem, hogy de megcsinálták. Hogy de megcsinálták, de közben mennyi ez a baj. Milyen újszerű. De alig milyen... lehet követni, halló. Fél óráig ültem. Ezt a kontrollmenetet. Fél óráig döbbenten ültem, és nem értettem, hogy miért mutatnak fuldokló embereket, mikor a halotti tekercs, a holtengeri tekercsről beszélnek, miért mutatnak uszodába, a medencébe belefulladt embereket, és közben Morgan Freeman elmondta, hogy a karmapával beszélget. És azt már fölvettem nektek. A karmapával beszélget. És így ültem, ettem a kis sorsmonyimat, a karmapával beszélgetett úgy, hogy egy test nélküli fejjel beszélgetett úgy, egy nő volt, akinek csak a feje volt meg, és pislogott. És azt mondta, hogy most bemegyek a karmapához, és beszélgetek a karmapával, és beszélgetett egy test nélküli nővel. És a 40 perc eddig... Ez nagyon cudar élmény lehetett. Rettenetesen cudar volt. A 40 perc eddig után néztünk össze a Wikivel, és jöttünk rá, hogy valami nem stimmel. Onnantól kezdve viszont rettenetesen szórakoztatóvá vált a dolog. Ugyanis egy másik rész hangsávját keverték arra rá, amit néznünk kellett volna. Óriás plakát. Én körbe küldtem mindenkinek, hogy ülj le este 10-kor, mert most rájövünk, hogy az univerzum és az Isten nyomában, és most, hogy miért élünk, miért halunk. Figyelj, van róla egy videóm, Viki odállt a tévé elé a kis hálóingébe, és fölvedd bőle egy percet. Ja, ezt hogy csinálják? Nincs valaki ilyenkor a Nat Geo-nál bent, aki azt mondja, hogy ez nem, hogy itt valami nem smakkol. Igen, vagy a Nat Geo pénteken bezár, elindítják a kazettákat, ilyen automata üzemmódba, és sétálgat valaki szakkarában a királysírok között, és közben azt hallott, hogy a modern városok vízellátása, az emberül is a szennyvíznek a kezelése rendkívül fontos és bonyolult. De már maga hogy keveredik össze a dolog, érted? Tehát, hogy azt alájátszák, ezt újra rögzítik az egészet, és utána ez egy automatikus szerkezet indítja valószínűleg. Olyan, mint az epokit két összetevőből áll össze, a hang meg a... Szerint ez elképzelhetetlen. De ráadásul a csatorna ugye rettet mennyiségű pénzt költött el ennek a reklámozására. Senki nem volt a csatornától, aki nézte volna ezt a műsort. De gondolod, amikor a Nat Geo dolgozói így vezetősége, nem tudom, így leülnek, és ezek, na, új csatorna, bepromoztuk, nézzük. Így van. Én tényleg rákészültem, én is leültem, és azt mondom, hogy na ez most olyan, amit látni akarok. Mindenhol ez jött a szemembe, hogy Morgan Freeman Isten. Soha így nem költöttünk plakátkampányra.
20 percig úgy nézed, hogy nem tudod, hogy mi zavar, mert nem érted. Tehát nekem idő kellett, azt hiszem el van csúszva a hang, kicsit újszerű a feldolgozás, másról beszél, más a képi világ, mondom, milyen egyedi? Milyen egyedi? Bali, milyen rég tévéztél már, hogy le vagy maradva? Hogy elment melletted ez a televízió? Mennyi újdonság van? A TV2 is időnként átkapcsol az RTL-re. Akkor ez a hang is ilyen lehet. Konkrétan nagyon tényleg jó. Néztük fél óráig, mire jó, agyhalottak voltunk már 10 kokét gyerek után, tehát ez másnak szerintem 5 perc után leesett, hogy valami nem stimmel, mondtam, milyen újszerű. Igen. A öcsém, hogy oda rakták, ugye ott a Keops piramisban mutatják, miközben a Karcsina Ulikáról beszél, hogy összetették ez a Morgan filmem. És azt írtam a barátomnak, itt az SMS-t, figyeld, ezt tudtam elküldeni neki 20 perccel azután, hogy már ment. Öcsém, ez izgonyoztam le. Hatásvadász szar, nem értem. Mindig nem esett le, hogy... Igen. Hatásvadász. 20 perc, mondom, ez túl hatásvadász, öreg vagyok én, nekem ez már nem jön be, mert itt nem arról beszélnek, amit mutatnak, mondom, ezek a hülye amerikaiak. Hogy tudnak ilyet elhozni? Rainbow Hoc, ez is alatta magát kilóra. És ezen gondolkoztam, ez a Morgan Freeman, és azért régebben ezt igényesebben csinálta. Már a sightseeingről se figyelnek, ő beszél, egy nő beszél, a hatásvadász kapcsolt ki. Meg milyen jó volt itt, meg már érte. És többenet volt. Hogy mi van most a Nat Geo-nál? Hát újra megkapjuk ezt a részt? Vagy most valószínűleg mikor? Leadják. Igen? Újra. Aha. De mi van meg azzal? Valaki a szőnyek szélén áll szerintem már most. Valaki most 10 órakor, ott most nagy meeting van. Mennek a memók azért körbe-körbe. Józsi, gyere be az irodámba, rohadt életbe. Mennyi volt a kampány? És a másik meg a Morgan Freemannek a hangjával ment le? Jó a kérdés. Jó a kérdés. És beállítottam sorozatfelvételre, hogy minden vasárnap 10-kor most Isten nyomába leszek én is, és a családdal együtt nézzük. Nem tudom, mi lesz. Azt írja valaki, hogy most lenne a Freeman ismétlése, de mást adnak helyette. Uhák, nem merték meg ismételni. Tudod, mi lesz most, majd felkörül valahol, mit tudom, vagy mindenféle megosztó portálokról, és oda lesz írva a megjegyzések rólad, hogy eredeti hangsávban. Nincs a Nat Geo-nak egy ilyen 4-41-26-23-as szám, amit föl tudunk hívni? Nézzetek már egy Nat Geo számot, hogy nem tudunk rá egy csütesség vezetni. Az a baj, hogy ha azon a számot hívod őket, ami meg van adva, akkor a Discovery veszi fel. De nem lehet, hogy ugyanaz a kolléga szabadult be, aki a TV2 vezérlőjébe is ült. Igen, most ez egy ilyen kommandó most, hogy minden hangsávot összecserélnek, minden hangsávot. Van egy ilyen srác, mint az Airplane-ben. Morumba, galumba, cerkof, majom, karumba. Egyébként konzervadást hogy indítasz el? Tehát pénteken este 6-kor a technikus azt mondja, hogy minden rendben van, elmentek hétvégézni, betáraszták ugye előre, és hát az egy számítógépes program alapján fut. Megy, így van, úgy, mint nálunk éjszaka a zene. Ha persze, az megy magától. De hogy senki nem ellenőrizte, meg mondom, amikor már ment. Tehát ráadásul ez egy olyan produktum volt, amire most a csatorna irgalmatlan pénzt költött el, nagy hangsúlyt fektettek. Senki előre nem volt, aki... a vezér egy hatalmas kohibát, tudod, lecsipetett. Gyertek át, srácok! Micsoda nézi lesz, micsoda nézi lesz! Hasítani fogunk. De mikor ültetek le úgy tévéműsort nézni, hogy várjátok? Tehát komolyan mondom, mi azért leszoktunk a tévéről, nem? Hát nem, van egy csomó minden, amit felveszel, nem ülsz már le úgy, mint régen minden csütörtökön a szomszédok elé, és egy ilyen valódi nosztalgikus élmény volt, hogy de jó, most egy kicsit úgy leülni, tényleg gyerekek alszanak, csönd van, leülni tévézni. Hát kifejezetten jól esett. A vállótársaknál. Egyébként ezt tényleg vártam. Nagyon kíváncsi voltam, hogy mit hoznak ki belőle. Na, de ez nem is volt rossz. Bali most már érzette is, hogy mit éreztek az emberek a Balázs alatt, annyi éve. Nem értették. Valaki. Igen. Nem értették, hogy nincs képe. Ugyanezt éreztük tegnap, igen, páromra az Isten nyomában alatt, amit Balázs mondott. Annyira vártuk, és semmi nem történt konkrétan. De akkor nektek legalább leesett, hogy valamit rosszul néztek. Én fél óráig néztem, úgyhogy öreg vagyok. Ezek az amerikaiak már minden. Jó, ha valaki tudja, hogy mikor adják le újra, akkor szóljatok, mert én azért megnézném. Hát ha csöpesszük van, akkor rendbe teszik, és vasárnap újra kezdik. Nem? Hogy? Hát, hogy akkor rendbe teszik most a hangot, és vasárnap ezzel kezdenek. Hát, vagy azt kellene csinálni, mint ahogy például a múzeumokban is van, a jobb múzeumokban ugye ez előfordul, hogy kapsz egy ilyen kis magnót, meg egy kis fülest, és körbejártás, és gyakorlatilag saját, igen. És akkor szépen, most azt kellene, hogy mindenkinek el kellene küldeni MP3-ba az eredeti hangot, amit aztán le kell játszanod akkor, amikor megy a kép náluk. Felragad a fejhallgatót, és hallgatod. Tök fura volt, mert azt hittem, hogy Morgan Freeman beképzelt. Ugyanis
egy csomószor úgy beszélt, hogy nem nézett a kamerába, meg nem nézett az interjú anyára, közben beszélt, és én még azt is gondoltam, hogy mekkora bunkó. Nagy képű. Meg, na, ez is hogy elszállt a hajzé, hol tengeri tekercsekről beszél, és nem is néz az interjú alanyára. Érted? De hogy jön ide a Katrina hurikán? Mi az Isten csinálnak, ezek egy piramisok? Visszabeszél. Végülje megőrült. Hogy adhatja? Hogy adhatja a nevét egy ilyenhez? Szóval egyszer szenzációs volt. Nincs Nat Geo számunk? Van? Fölhívjuk őket, hogy mikor ismétlik? Igen. Nem, ez valami központi szám, az a baj, ez hát, valami, hát, ami csak kérdez, hát megkérdezzük a recepciót, hát ha tudják. Hogy volt-e? Egyáltalán volt-e már betelefonálás semmi? Volt-e már panasz? Igen. Tehát ez így nyomány. Hogy lehet, hogy valaki betelefonált, hogy Sanyi! Öcsém, Sanyi! Recept. Annyira előremutató. Valakit hívjuk föl. Persze, kérdezzük meg. De... Kérd rögtön Morgan Freeman. Jó napot, jó reggelt, Morgan Freeman, kikérem magamnak a tegnapot. Morgan-nél szeretnénk beszélni. Média csoport ZRT-nél. Munkatársunk foglalt, kis türelmét kérjük. Más is telefonál. Más is már hív. Megteheti a 8-as gomb megnyomása. Mit kapunk a 8-as gombban? Nem tudjuk. Central Media Group. All our lines are busy. You can leave a message by pressing 8 or wait for the operator to assist you. Aha. Na várj, várj meg, nem, mert ilyen üzengetünk itt. Figyelj. Köszönöm, elköptem a mikrofont, annyira meglepődtem. Ez az Olinunk család. Várjátok, ők egy központi száma. A büdös életben nem jutunk el. Dehogy nem mondjad, hogy a Nat Geót kéred. A Nat Geót. Persze, és ott ül valaki Nat Geó tábla alatt idénkre. Ez teljesen nem, reális, most jön az operátor, csak most, most vereket át. Ezek leráztak. Leráztak. Letettek lehet, minket. Hogy hallgatnak minket. Pedig már elképzeltem tényleg, hogy az operatőrtől általán egy zenekar között. Szóljatok kirékének a Nat Geó, a Nat Geótól. Na jó, hát akkor ez nem. Jól van, megpróbáljuk akkor majd holnapra, hát ha mondanak nekünk valamit. Annyira bekészültem, annyira csalódott voltam. Ezért annyit molyolgatni magaddal. Nem, akkor mondják meg előre, hogy ennek a hangját hallják, és ezt a részt nézik. Én fejbe összeteszem. Tehát ma azon nincs bajom. Mondja meg, hogy Bali a harmadik rész hangját hallod, de az első részt látod. Én meg tudok szimultálni. És gondolkodásmód. Mennyire új ez a Nat Geó egyszerre. Mindenet lekötik az agyamat, a fülemet, minden érzékszerem. Mondja meg, hogy negyedik rész Katrina hurikán, és első rész gízai piramisok. Én tudok két menetet várjás, vinni az agyamban. Várjás, akkor megjegyzed a képeket most az elsőből, és majd akkor negyediként a hangja, ez én akkor mellé teszem, és azt mondom, hogy ez a Morgan Freeman. Morgan Freeman egyébként. Tehát egyébként, hogy amit nem értesz, az szerinted hatásvadász. Egy nagyon tetszik. Ez hatásvadász. Hogy mennyire öreg vagyok már, hogy régen azért, mondod a tévésként, ennek egy percet le kell esni, itt valami nem stimmel. Hatásvadász. Elmegyek én is aludni. Csak a ronyrázás. Kicsit mérgelődtünk még SMS-ben, majd elvonultam aludni. Ebből látszik, hogy masszív öregszem. Érted, menő helyszínek, egy világsztár, ezt össze-vissza beszélnek benne, érted? Nem lehet, hogy túl rövid nekik ez az egy óra, és így adják le nagyon sok infót. Azt mondták, hogy az egy órában nem fér bele minden. Ezért adjunk egy külön hangsávot, adjunk külön képisávot. Egyszerre több mindent zúdítsunk a nézőkre, nem? Aztán egy órában ez nem fog beleférni. Több hangot nekik, több képet nekik, és akkor így próbálnak bennünket trenírozni. Na jó, azt írják egyébként, hogy szerda ismétlés 22 órakor. Aha. Ki van itt? Itt van valaki? Igen. Tegyük adásba. Halló? Nem ő? Nem Morgan Freeman? Nincs még adásban? Most itt van. Ki az? Morgan Freeman? Próbáljuk valamit. Nincs még adásban, nincs még adásban. Hát csak vedd. Tedd át. Vedd át. Hát vetted? Senki. Tegyük újra. Ki volt ő? Mondd el. Írd meg. Küldj postagalambot. Valaki jött adásba valakitől. Aha. Izgalmasan hangzik. Aha. Ki az? Morgan Freeman magyar hangja? Hogy de most mondta, viszont elmondaná a tegnap estét? Mit? Írjatok nekem. Morgan. Elvesztettük Morgan. Lehet, hogy Morgan. Ne írjatok. Aha. Norbi? Aha. Norbert Freeman? Norbert Freeman? Maga Norbert Freeman? Ő a testvére. Tényleg. Morgan Norbert Freeman. Na várj, írt Éli. Ők hívtak minket, hívjanak újra! Hát
tényleg. Addig mondd el az EB kérdést, jó? Ja, mondd el az EB kérdést. Akik hívtak bennünket, nem tudom, Júli, írd meg nekem, hogy kik hívtak, akkor hívjanak fel újra bennünket. Jó? Addig viszont EB kérdést gyorsan csak, mert sokan számítanak rá. Van jó? Nekünk egy EB-s játékunk, ugye döntőre lehet jegyet nyerni, nem akármilyen nyeremény, és természetesen a kérdés is az EB-hez kapcsolódik. Írjátok meg nekünk, hogy melyik szó hiányzik abból a kifejezésből, hogy pont, urafakó. EB. Természetesen nem ez a kérdés. Hány gól született a legutóbbi labdarúgó Európa-bajnokság döntőjében? Tehát hány gól született a legutóbbi labdarúgó Európa-bajnokság döntőjében? Ezt írjátok meg nekünk. 0676450000 ez az SMS számunk, és a döntőre lehet nyerni. Nem arra, a következőre. Így van. Tehát a párizsi Európa-bajnokság döntőjére tudtok jegyet nyerni. Fontos, hogy minden nap elhangzik majd egy kérdés. Csak az nevezzen be a játékba, aki minden nap tud bennünket hallgatni, vagy meg tudja sugatni magának azt a bizonyos kérdést. Ha 5 kérdésre helyesen válaszoltok, minden nap egy, így jön össze az 5, ugye péntekig, akkor tudtok részt venni ebben a játékban, azt mi ellenőrizni fogjuk, és akkor lehettek ott a párizsi Európa-bajnokság döntőjében. Ráadásul nem egyedül mehettek, valakit vihettek magatokkal, repülőjeggyel, szállással, ellátással, utazással, mindennel együtt. Jó? Tehát egy komplett csomagot kaptok. Egy komplett csomagot kaptok, így van. Jó? Hány gól volt a legutóbbi Európa-bajnokság döntőjében? Ez tehát a kérdés. Jó? Na, aki keresett bennünket a NatGeo-tól, az most itt van? Halló? Itt vagyok. Hello, ki vagy? Szia! Hello, szia, én Eltő Csaba vagyok a National Geographic-tól, de a print újságtól, mert hogy minket hívtatok, az előbb ezt akartam az ember rakni. Mindenkit hívtam, hogy ilyen központi számot kaptunk, igen, és akkor gondoltuk valahol ott túl. Ezt azért szeretném rendbe rakni, ugye, hogy Magyarországon külön cég az újság, illetve külön cég a televízió, és mi, akit hívtatok a Central Media csoport, mi a print alap vagyunk, én a lapnak vagyok a művészeti vezetője, és most tényleg meg 2 perc múlva, tehát 2 perc, ha feltudtuk volna venni a telefonszámot. Ti is láttátok azt, amit én? Hát én velem ugyanaz történt, ami veled. Te is írtál haverodnak, hogy milyen hatásodászak ezek az amerikaiak? Nem, csak mondtam a feleségemnek, hogy hú, ezt nézzük meg, mert ugyanis nálunk is hirdetett természetesen, hát mi is promóztuk a tévéműsort, és én is nagyon vártam, és mi is 20 perc után jöttünk rá, hogy itt valami nagyon nem stimmel, és hát elég kellemetlen, hogy nagyon kíváncsiak vagyunk mi is, mert természetesen azért kapcsolatban állunk mi is a channel-nel, kíváncsiak, hogy mi történt, meg hogy mi fog történni. Szerintem nagyon sokan jártak úgy, mint ahogy te is este, meg mi is. Hogy... Neked mikor esett le, hogy nem stimmel, amit nézel? Mert én fél óráig mondom, tényleg, abszolút. Hát, én magamat ostoroztam. Negyed óra? Én is mondom a feleségemnek, hogy na, jó, hogy jönnek a piramisok a holtengerizek. Miért van az a fuldokló csávó bent abban a medencében, és miért mutatnak ki a hatásvadászképeket, amikor valami teljesen másról beszél? Azt sem nagyon értettük, hát nagyon sajátos élmény volt, mit nem mondjak, tényleg. Igen, abszolút, egyébként tényleg jó volt. Jó, de akkor ti sem tudtok többet. Hát egyelőre mi se, de lehet, hogy azért már okosabbak leszünk. Jó, meg bemondjuk. Nincs számod hozzájuk? Hát most itt az autóban, mert most autóban ülök, itt nincsen, de biztos, hogy... Szerzünk valakit holnapra. Jó van, köszi, hogy becsörögtél, jó munkát nektek. Ezt akarom rendbe rakni, Magyarországon a channel, tehát a tévéműsor, meg az újság, az külön cég. Ez külön cég. Nem a Central Media csoportnál van a TV csatorna. Jó van. Oké. Köszi. Rendben. Köszönöm. Ciao. Hello. Az adás most felvételről megy. Balázs, Feri és Jani most pihen. Ha a téma ismerős, olyan, mintha már hallottad volna, az nem a véletlen műve. Ez itt a Best of Morning Show. Nekünk pedig vendégünk van itt a stúdióban, aki szemtelenül fiatal, ám mégis olyan eredményei vannak, ami hát tulajdonképpen kevés embernek van ebben az országban, az egyetlen magyar profi női golfozó, Rózsa Csilla. Hello Csilla, jó reggelt kívánunk neked! Jó reggelt! Amikor az ember ezt olvassa, hogy női golfozó, hát akkor arra gondoltunk, hogy azért beszélnünk kell veled néhány mondatot. 19 éves vagy, és már az egyetlen profi magyar női golfozónk vagy, tényleg? Ez a második szezonom, tehát 18 évesen volt az első, tehát 18 évesen lettem. Még érettségi előtt sikerült ezt megszereznem.
De tehát maga a golf azért annyira nem elterjedt Magyarországon, nem? Vagy itt kevesen űzik? Én is eléggé elvétve kezdtem el golfozni, tehát kimentünk csak egy rendezvényre, ahol azt mondták, hogy jaj, ügyes vagyok, körülbelül 9 éves voltam, és ez így a fejembe szállt akkoriban. Jó, 9 évesen mindenkit megdicsérnek. Motiválni kell a gyereket. Pontosan, de ez nekem megmaradt, hiszen anyugámat nyugztam, hogy én golfozni akarok. És később ezt el tudtam kezdeni, mert nyílt egy pálya a közelünkbe. És igazából onnantól kezdve én kinélek a pályán. És a mamának nem volt ilyen mondata, hogy kicsim, hát mégiscsak balett, vagy nem tudom, ritmikus sportgimnasztika? Én mindent kipróbáltam, amit lehetett. Teniszeztem, kosaraztam, röplabdáztam, tényleg mindent. És ő hagyott, hogy megtaláljam azt, ami nekem kell, és én ebbe találtam meg magamat. De mi a szép a golfban? Én sose értettem, én nem vagyok egy ilyen golfrajongó, hogy mentek a pályán hosszú órákon keresztül, tehát gyakorlatilag sétálgatsz, és néha a fenekedet így pucsítva. Mondjuk ez nem rossz. Az mondjuk jó, de férfiak is csinálják. Tiger Woods-nál ezt kevésbé nézem, de a csajoknál azért ez egy egészen jó mozdulat. Tehát egyrészt kint vagy a természetbe egész nap. Tehát én reggeltől estig kint vagyok. Igazából elsőben, hidegben, melegben, az néha jobb, néha kevésbé. Ezt nehéz így kipróbálás nélkül elmondani, aha, mi a szép egy ütésben. Ha mindig ugyanazok a lukak, érted? Nem, pont ez az érdekes, ugyanaz, mint hogy... egy házasság, nem? Igen. Gyerekeket, a golfozás és a házasság abszolút hasonló. De mindig ugyanaz a váltatok pályát. Higgyétek el, több párhuzam van a házasság és a golf között, mint az elsőre gondolnátok. Csak mindig ugyanazon a gyepen bolyongunk. Mondja, Csilla. Nem, mert két nincs két ugyanolyan ütés, tehát mindig máshonnan ez a szépsége annak, hogy mindig más dolgokat kell megoldani, más újabb feladatok vannak. Míg le a kalappal azon emberek között, akik a szalakorlát másik oldalán 10 percenként látnak egy ütést, azt megtapsolják, hogy 10 percig várnak, hogy történjen valami. Tehát ez is olyan mondom. Tehát kettő darab közvetítést nézek nagyon nehezen. Én nagyon szeretem a golfot, ha az ember játsza, kétszer volt életemben ütő a kezembe, és akkor tényleg izgi, de a Tour de France közvetítés és a golf közvetítés, tehát amit te is mondasz, az emberek vonulnak. De a Tour de France-en legalább elkerékeznek mellette. Jó esetben. De golfnál néha azt látod, hogy tudod, elmegy, és akkor egy kis város... Hogy eltaláltad. 16 perc szünet. Eltaláltad. Egy, igen. Csak na, én ezt csak belőle tudom elmondani. Tehát, hogy milyen az, ha téged tapsolnak meg. Az elég jó. Az jó érzés. Az persze biztos. Meg a pénzdíjat. Az első olimpiai magyar golfozó akarsz lenni? Igen. Igen? Igen, hát 120 éve volt körülbelül utoljára golf, de és akkor még magyar nem játszott, hiszen akkor nem igazán volt Magyarországon ez nagy sport. És most nekem van talán a legnagyobb esélyem. Még igazából van 4 versenyem, még van pár hónapom a határidőig, ami július 11. Szóval nagyon most keményen edzünk és dolgozunk. De azt nézem, azért az nagyon menő, hogy megy veletek mindig egy csóka, aki viszi a cuccotokat. Tehát ez egy nagyon jó, ott sétál a Tiger Woods, utána jön a kis málhás fiú, szalad a cuccokkal, és ő felkínálja neked, hogy te mivel üssél, vagy nem, ez... a csóka amúgy itt ő kína. Ja, de ő edző, vagy ő a serpád? Egy kis serpa rohan mindig a Tiger Woods-be, és mindig felkínál egy ütőt, amit a Tiger Woods vagy elfogad, vagy nem fogad el. Nem, igazából ez egy csapatjáték. Ilyen igen? Szempontból kettem, mi vagyunk a csapat, és össze kell nagyon szoktunk, mert nekünk meg kell beszélnünk, hogy most 120 méterre vagyunk, kicsit szembeszél, kicsit fölfele, akkor mi mivel akarunk ütni? Mi a... De ezt mi nem te döntöd el? Ő tanácsol neki, hogy jobban ért hozzá? Nem, igazából én döntöm el, mert ha ő adja a kezembe, akkor én abban nem igazán bízom. Az soha nem jó. Akkor minek én döntöm el, ő viszont kicsit terelget, hogyha valami nagyon nagy hülyeséget akarok csinálni, akkor azt mondja, nem hogy... Nem arra fordulj, hogy meg nem. Erre. Erre van a jó. De ő egyébként tud golfozni, vagy csak igen, így mondogatni? Igen. Általában ezek a kediknek hívják, ők is nagyon jó játékosok, csak mondjuk ők nem akarnak versenyezni, vagy éppen nekik nem ez a... Ez ha nem akarnak versenyezni. Én nagyon jó vagyok egyébként, nagyon ki nem vagyok. Csak nem akarok versenyezni, ne kalázzalak meg kicsi. Na most, mi az a képesség, ami abban a pár emberben megvan, hogy a világ legjobbja legyen, mert azt gondolná az ember, hogy ugye valami nehéz egyébként a golf, és aki egyszer fogott ütött a kezébe, az tudja, hogy ez a tipikusan az a sport, ami nagyon egyszerűnek néz ki, odaállsz és rájössz, hogy minden pici apró mozdulatnak hihetetlen nagy jelentősége van, és a büdös életben nem fogod megtanulni nagyjából, ha kimész, mint egy wellness hotelbe valahol golfozni. De mégis van pár ember, aki professzionálisan úgy űzi, hogy megközelíthetetlen, vagy az volt egy időben. Nekik mi az a plusz képesség? A szorgalom és az elhivatottság az, ami az alapja mindennek. Uh-huh. Tehát ez mindenhol így van. Mindenhol így van, és ebbe is az, hogy mennyire szeretsz játszani, edzeni, és mennyire nagy céljaid vannak, amik hajtanak, és el akarsz érni. Tehát igazából Tiger Woods akart a világ legjobb játékos lenni, és ezt évekig fent tudta tartani. Azért, mert ő ezt akart, ami lélekkel, szívvel, lélekkel, mindennel.
Aztán volt egy kis magánéleti válság, és aztán de aztán, ugye? Hát visszatért. Ott a feleség elvitt mindent, mint egy jó forgószél. Kezdheted előről összelapátolni a lóvét. Ő is megunt az elkoptatott lukakat. Alapjában véve a szabály az, hogy minél gyorsabban eljutni az ászlóig és beütni. Ugye én ennyit értettem meg belőle. Minél kevesebb ütésből. Nem, összekevered a tájfutással. Ja, de az a geocaching, bocsánat. Nem arra gondolok nyilván, hanem hogy minél kevesebb ütésből. Ez az alapszabály, ugye? Hát ez a célod. Uh-huh. Igazából nem ez a szabály, ez a cél. Rengeteg szabály van, hogy ütheted meg, hogy nem, és nem mozdíthatod meg a labdát, úgy kell játszani, hogy fekszik, hogyha vízbe van, akkor hol ejthetsz egy új labdát, meg ilyenek. Az a lényeg, hogy minél kevesebb ütésből, és minél kihasználva a legjobb lehetőségeket, amit van. És miért van annyi ütőtök? 14 ütő van egy táskában, és hát különböző távolságokra van, különböző ütésfajtákra igazából. Tehát a nagy bunkófejű vele a driver. Most miért bántasz engem? Most miért hozzám beszélsz? Okay. Miért kell személyeskedni? Nagy azért nem bunkó, azért mert nagy. Nem kérdeztem a sofőrötöket. Miért vagy a driverre? Nem, mert ővel ütünk a legmesszebb, tehát ővel fel kell egy kis tír, egy pöcökre rakni a labdát, ővel ütjük a legmesszebb. Akkor utána vannak ütők, amivel magasabb, kicsit alacsonyabb, rövidebbre, hosszabbra, valami homokból ütünk ki, és van egy, amivel gurítunk, ami olyan, mint a minigolf igazából, de nem szeretjük, ha ezzel összekevernek minket. Játszottam ilyet a borokai válaszkodában minigolfon. Nem, ez egy picit más. Ez egy valami elit sport, nem? Tehát ide királyi családok látogatnak el, gondolom. Ott vannak a nyitó ünnepségen, körbe rajonganak benneteket. Hát azért ez egy sztereotípia, hogy igen? Ez egy ilyen nagyon elit és nagyon... Trabanttal és Warburggal mentek? Hát nekünk egy golfunk van, tehát hogy mi azzal megyünk golfozni. Tényleg egy golf. Milyen mennétek jettával vagy pólóval? Ugye egy golfos, csak golfossal meg van. Egy golfos nem mehet pólóval. A Benedeknek viszont pont pólója van. Ez jó. De mire olvasom, hogy Marokkóban például a királyi családdal vacsoráztatok, ez igaz? Ez... Tehát a versenyeknek, például Marokkóban a főszponzora az a királyi család. Ők rendezik az egész versenyt. Milyen jó, rendeznek maguknak egy házi versenyt, nem? Azért ez hát körülbelül, igen. De ez szerintem egy nagyon nagy élmény volt számomra. De a legközelebb, hogy kerültem, azt szerintem 100 méter volt a királyhoz. Tehát igazából nem egy sátorban voltunk vele, de a két külön oldalán. És leterítettek piros szőnyeget, és akkor a királyi család veletek vacsorázott golfozókkal? Igen, ők külön ajtón jöttek be a sátorba, tehát ők vele nem is teljesen nem érintkezhettél, meg semmi, körbeállták az őrök, meg minden, és elhelyeztek, mindenkinek volt kis néptábla, hogy hova kell leülnie, a kis asztalonként 5 pincér volt, mindenki odavitte az embereket, és leültettek. Uh-huh. És ők értenek is hozzá, vagy pedig csak a listán találtak, amire nem költöttünk még el rohadsok részlistát? Ez egy jó kérdés egyébként. Mennyit kell ezzel melózni, hogy az ember egyszer tényleg olimpiai golfozó legyen? Mennyit edzel, mennyit készülsz? Hát én 11-12 évesen kezdtem játszani, és kb. 16 éves korom óta úgy tényleg komolyabban, tényleg fejben is úgymond felnőttem ahhoz, hogy én profi játékos akarok lenni, és az elmúlt 2-3 évben hát reggel 9-re este 6-ig szoktam edzeni, heti 5-6 napot, mehette kondi, futás, úszás, ilyenek. De minek nektek kondi? Hát nagyon fáradtok el, nem? Amikor a kedi megsértődik. Akkor csináljuk. Oké, hogy nagy távokat gyalogoltok, de egyrészt egy csomóan csalak is kis autóval mennek, kettő, hogy... Teljesen nem szabad. Profik nem. Tehát igazából ezek a pályák hegyes, völgyes, dombos, hidegbe, melegbe, és azért, hogy hát kondíciólag... Tehát, hogy testileg bírt, hogy fejben ne fáradjál, hiszen az a legfontosabb része ennek. Még egy komoly versenyen hány kilométert sétál az ember? Üttök egyet, utána mennyit mentek? Hát körülbelül ilyen 10-15 kilométert sétálsz egy nap. Plusz még az, hogy te kimész a pályára, bemelegítesz egy órát az edzés a verseny előtt, a verseny után még kicsit gyakorolsz még egy órát, tehát ilyen 15 kilométert naponta gyalogolsz legalább. És ezen a szinten, ahol te vagy, ebből már lehet pénzt keresni, hogy az ember most jut majd el oda, hogy professzionális szinten legyen, és mondjuk megéljen belőle. Lehet, csak anyukád nem adja oda. Neki jönnek az utalások a marokkói családtól. Én nem keresek, viszont anyujjam, mindig is lányom. Látod ezt a ruhát? Évente 3-szor nyaralnak Tájföldön, szerintem mehet. Nem, hát az amatőr és a profi golf között ez a különbség, hogy az amatőr az igazából a hobbi szinten csinálja, és hogy a játék kedvéért, és a profi golf pedig az, aki már pénzt keres vele. És hát én az elmúlt évben kb. 5-6 ezer eurót kerestem az első évben, ami nem...
nem mondom, hogy rossz, de kezdésnek nem valami jó. Tehát igazából ez visszafordult abban, hogy én utaztam, versenyeztem az mind. De minél jobban játszol, annál több pénzt keresel természetesen. Szóval ezért küzdünk, hogy ebből egyszer majd megéljek belőle. Zsolti kérdező, kérdezzétek meg, létsz, hogy igaz-e, hogy mindenre az ötös ütőt használják, a legtöbb az igazából csak dísz. Ez igaz? Nem. Nem? Nem. Hát az amatőrök általában hetes ütőt használják mindenre, tehát hetes vas, hogyha ezt hallottatok filmekben, minden tehát, ezt mondogatják. Egy golfpályára, valami rendezvényre, adj egy hetes vasat. Akkor már tudják, hogy én golfozom? Vagy akkor tudják, hogy amatőr vagy. Igen. Hetes vasat, kicsi maszk. Igen. És bármit annak oda elfogadod. Igen. Köszi! Te hülye, ez egy nyármas nyomorú. Nem, ez egy húsnyár. Igen. Szóval nem mindenre azt használjátok. Nem, hát minél jobban, minél változatosabban tudod használni az ütőidet, annál jobb. Tehát igazából egy top játékos egy ötös vasra is végig tud menni és játszani jól. Tehát az is meg kell tudni oldani, de azért van sok ütőnk, hogy ne kelljen. Én is azt hittem, hogy ez egyfajta vakítás, hogy mindig ugyanazzal ütök, csak ott viszi mögöttetek a kerditek, hogy legyen egy ilyen. Legyen jól nézzen ki. Hogy jól nézzen ki, hogy mentek egy csomó ütővel, de mindig ugyanazzal ütök. Na, ütünk egyet? Csak nézzünk egy ilyen irodai golfversenyre. Hetes vasat kérem. Egy irodai golfversenyre hívnálak ki benneteket. Nagyon klasszikus lesz. Lefelé fordítunk egy poharat, lefektetünk. Aha. Jó? És az ajtó egyik végéből kell elütni a golyzlit a másikba úgy, hogy bemenjen a pohárba. Aki megcsinálja, nagyon jó. Golfozó. Jó? Jó. Hajrá. Nagyon. Okay? Mindenki üthet egyet. Jó. Adsz nekünk ütő, Csilla, hogy mivel üssünk? Ja, mert egy Csilla is üthet? Nem. Ja, az azért. Hát most az nem, hát aha. Most azért. Tehát a Csillának ez nem kihívás. Laci, ne básd a lukunkat, légy szél. Jó? Mondanám, hogy nem ütés lesz, hanem gurítás. Ja, bocsánat. Hát, bocsánat, jó, igen. Itt mindent, ha ütünk kéne. Menjünk át ide a grubamába, ott van egy. Az már jó lenne. Igen, amikor egy meglendített körülbelül távban, az mit jelent? Tehát egy nagyobb ütés, ami valójában ütés. Hát a legnagyobb körülbelül egy 230-240 métert tudok vele ütni. Atya Isten, azért az úgy szép. Ott már és az egy ilyen teljes körmozdulat, tehát igazából szerintem egyáltalán nincs hely arra, hogy ezt én meg nem is akarjuk, nem is akarjuk. Jó, adsz egy vasat Feri kezébe, legyen ő az legyek első, jó? Nézzük 230 meg, 230 méter, meg ki tudná ütni a kocsi beállótokról. Jobb kezes vagyok. Igen, és a szolgák visszahoznák a legvégén. Szóval, és Zsán, lóval. Zsán, légy, és hozza vissza, legyen szíves, hozza vissza. Oké, Feri neki készül, hányas vas van Feri kezében? Feri, neked nem kell pucsítani, mert nem, léci, nem. Léci, ne pucsíts tényleg. Megyön vissza azzal. Itt mások esznek. Itt mások reggelítnének, Feri. Mások élnek. Feri odállt a... Mit csinált? Egy centire ment el. Rajjak meg, meg így gyakoroltad. Azt a főnök, hogy nem volt rossz. Tegnap este óta gyakorolt, tudod milyen. Hányas vassal ütött, Csilla? Hányas vassal ütött? Ez a patter volt. Ez mi volt? Patter. A patter. A patternek mi volt? Ez amivel gurítunk. Ez amivel gurítunk a végén. Ez amit összekevernek a minigolf alátába. Ez az a része. Én úgy vagyok vele, mint egy néhány ország része. Mindegy, csak vas legyen. Viszed be. Eltaláltam a szélét. A patterral? Ne, a golyóval, nem a patterral. Ja, jó, hát nem kell. Gyere, Jani, te jössz. Be kell mennie, Feri, hát be kell mennie. Jó? Csilla, milyen volt Feri mozdulata? Hogy láttad? Ügyes volt? Egész jó. Egész jó? Mintha már fogott. Oda dicsérje bele a mikrofonba, életem. Remek volt, mintha már volt a kezében úgy. Na, nézzük a... Azt mondja, de idétlen. Ilyen se lesz többet a kezedben, Jani, azért ezt jól nézd meg. Jó, János rákészül az ütésre, kicsi terpezbe áll, nézi a poharat, nagyon toporog, picit szétteszi a lábát. Mondd, hogy finoman, mondta neki Csilla. Igen, János rákészül, a kicsit a vállát megmozgatja, nézi, bűvöli a poharat, elüti a labdát, és neki megy a labda a szélének. Jó vagy! És kifújja az órát. Na, ebből látjuk, hogy ő is Lőrincről jött, kifújta az órát a szőnyegre. Végül is mégiscsak egy úri sport. Na, egy utolsó. Na. Eddig senki? Ne, hát nem, mind a ketten eltaláltuk a szélét, úgyhogy te vagy most a nyerő, vagy te lehetsz, és te nem. Csak jobbkezes. Mire, a balkezes ütő az másfajta? Az a másik irányú. Másik irányú. Oh! Mi volt? Hárman a szélét találtuk el.
Igen, de te a ház szélét. Elsőre a széle az egyébként jó eredmény, mindhárman az üveg szélét találtuk el, vagy a pohár szélét. Hát igen, ez, erre mi azt mondjuk, hogy kifordul a lyukból. Tehát ez a lyuk minőségétől függ, hogy most be fog fordulni, vagy ki fog fordulni. Gyerekek, én bármilyen lyukban nem fordulok bele. Az már elmúlt az idő. Volt olyan, de... Volt idő, mikor nem válogattunk, de most már azért kifordulunk. Szakszóval élve inflagranti, kifordul a lyukból. Nagyon jó, nagyon jó. És az mesélj már egy picit én valami benfentes sztorit, amikor oda ment valami nagyon kifukszolt celeb, összevásárolta magának pár százezer cuccot, aztán fél után hazament, mert megunta. Volt ilyen? Látta, köztünk marad. Nem láttok? Én nem ilyen találkoztam. Ki volt ide? Elmondd már, ki volt. Nem lehet vakítani, érted? Nem, aki kimegy és kipróbálja, az beleszeret, szóval. Aha. Igen, Sean Connery is ezt mondta, hogy egyszerűen, ha egyszer golfütőt fogsz a kezedbe, akkor ez valami olyan szerelem lesz, ami utána megmagyarázhatatlan. De láttad a feleség? Igen, és minden. És minden megértek. Az olimpia mikori cél egyébként? Én nagyon szeretném idén. Tehát idén? Tehát, hogy már most kint legyél? Igen, még van négy versenyem, tehát arra, hogy valahogy bekerüljek. Szóval most ez az elsődleges. Na, azt hittem, hogy ez egy távlati cél. Hát utána 4 év múlva, majd 8 év múlva, szóval majd később is. Meddig lehet csinálni? Meddig? Tehát ami egészségileg gyakorlatilag bármeddig, nem? Itt 50-60 és korban is van, itt nincsen, hogy akkor vissza kell vonulni meg. Igen, bármeddig. 28 évesen, mint egy NB1-es labdarúgó. Tehát van egy-két játékos kint a túron. Férfiak körülbelül ilyen 50-60 éves korukig is akár játszhatnak. Nőként igazából, amikor családot szeretnél, hiszen gyerekekkel utazgatni össze-vissza, mert minden héten más országban van egy verseny. Ugye, kicsi fog meg egyszer tápszeres üveget, mert ütnöm kell egy grén, légy szíves, és meg a gyereket. Hadd a légy szíves. Tegyél bele sűrítőt is, mert a tudod, hogy bukik. És a 6-os vasatot. Igen. Csilla, hát örülünk, hogy itt voltál, drukkolunk neked nagyon. Nagyon szépen köszönöm. Reméljük, hogy akkor ez már idén valósággá válik, és ott lehetsz a riói olimpián, ha megrendezik, mert olvasom, hogy lehet, hogy elmarad az egész, annyira nagy a káosz. Puszilunk, köszönjük szépen. Köszönöm szépen. Köszönjük. Rózsa Csillával, az egyetlen magyar profi női golfozóval beszélgetünk. Az adás most felvételről megy. Balázs, Feri és Jani most pihen. Ha a téma ismerős, olyan, mintha már hallottad volna, az nem a véletlen műve. Ez itt a Best of Morning Show. Sokakat érint ez a téma, mert szerintem akinek olyan szerencsés, hogy mondjuk felnőtt korban még élnek ugye a szülei, az ugye nem tudja elkerülni, hogy a szülők valamibe beleszóljanak, vagy folyamatosan beleszóljanak valamibe. Ugyanis egy nagyon helyes történetet találtunk, a Walking Dead rendezőjét leszitta az anyukája. Leszitta az anyukája, ugyanis a producer rendező édesanyjának rémálmai voltak az évadzáró epizód után. És ugye nagyon sokan felháborodtak a Walking Dead évadzárója miatt, hogy most miért nem menjünk. Igen, bele. Nem spoilerezünk. Nem spoilerezünk, meg sokan nem is nézik ezt a sorozatot. Sokan igen, egyébként csak hát nem akarunk ezzel mindenkit untatni. Viszont a téma érdekes, mert hogy elmesélte a producer rendező, hogy az évadzáró másnapjának reggelén felhívta az anyukája, aki követelte, hogy árulja el neki, milyen szereplők halnak meg a végén, és egyébként is hogy tudott ő egyáltalán, és hogy vette a bátorságot, hogy ilyen dermesztő, ilyen durva sorozat véget forgasson le. És elmesélte emberünk, hogy ő értetlenül állt édesanyja szitok szavai előtt, és tűrnie kellett, hogy a mama leszúrja. Nem is jó, az én vagy. Sötét rémálmai voltak a szörnyű végjáték miatt, és hosszú-hosszú perceken keresztül nyúzta a saját fiát, hogy mégis hogy vette a bátorságot az, hogy ilyet rendezzen. És egyébként kikérte magának. Nagyon jó. Nagyon helyes történet egyébként. Szerbusz, Greg. Szia, mama. Tudod, miért telefonálok? Na, mi van? Átjössz hétvégén, anyu? Láttam a szezonzárót, hogy meg már bánom, hogy megszültelek. A srácnak egyébként nem volt az váratlan, hogy a mama fölhívta, mert állítólag a mama minden epizód után fölhívta. Uh-huh. Tehát minden epizód után felhívta, és számon kérte a gyermekét, hogy miért ő halt meg, miért nem ő halt meg, mi történt, hogy találta ezt ki, miért ilyen irányba viszik magát a sorozatot. De mégis lenyilatkozta, hogy megdöbbentő volt neki, mert a sorozat zárónál, az évad zárónál viszont a mama teljes elánnal támadt neki, hogy szörnyű rémálmai voltak, és kikéri magának ugye a fiaiat. De szerintem ez egy teljesen normális dolog. Nyilván téged is felhív anyukád, hogy megkérdezi, hogy kik lesznek a vendég a következő. Gyertek át szombat estében Ferit is, hogy mi lesz a legközelebbi akciós menni a boldogon. Hát egyébként engem általában... Engem úgy leszokott szúrni, hogy azt el nem tudod képzelni. Most itt volt nálunk Velencén, ti voltatok a Velencei kis nyaralónál, hogy mekkora a konyha, 2 négyzetméter bent állsz, és anyád ott áll melletted, és a mama következetesen, ha én bemegyek a konyhába, akkor ő is bejön, hogy akkor most
borsó főzelék, akkor a habiskujás, hát én fiamtól! Ez, habarás vagy rántás, melyiket teszed bele? Mondom, zseni. Mama, meg tudom csinálni, hidd el, ülj le, sétálj egyet, nézd a televíziót, játsz az unokákkal. Én itt egy kicsit jobban megszoktam sózni, majd én megcsinálom, és állandóan ezzel jön. Tehát, hát, igen, ahol vannak szülők, ott ezzel együtt kell élni, nem? Tehát szerintem mindenki tud az életéből olyan területet kiemelni, ahol vagy az anyukája, vagy az apukája folyamatosan jelen van. Ha elköltöztél, mégis ott vannak a vigyázó szemek azért, és kicsi apró beleszólással, kicsi apró tanáccsal, amit ugye azért te már 26-ot szóra már nem tanácsnak érzed, mama jelzi, hogy valamit az élet valamelyik területén te nem csinálsz jól, vagy csinálhatnál jobban. És te hajlandó elfogadni, hogy felnőttél, hogy elköltöztél, hogy már te is gyereket nevelsz, hogy 50 éves vagy, hogy 40 éves vagy. Mama jön, és mama lefekteti a szabályokat. És elmondja, hogy mit kell csinálni. És nem tudom, megfigyeltétek-e, hogy általában abba szólnak bele, amihez egyértelműen jobban értesz, mert hogy érted, most Ferinél a főzést elmagyarázni, vagy nálad, hát nem tudom, ezek a vendégek, nem tudom, hogy most ez a casting, ez nálatok hogy megy, Balázs, de hát én azért ezt... Én minden műsor után megkapom. Én minden műsor után megkapom. Rádió műsor után is sokszor, hogy ma ilyenek vagy olyanok voltatok, tehát állandó csekkolásban vagyok. Tehát ma jó, ma kicsit ilyen, ma kicsit csak olyan. Csak azért, mert jó a segge, Megi meghívtátok. TV műsor után is állandóan megkapom, új műsor előtt megkapom, hogy ugye nem ilyen lesz, vagy nem olyan lesz. Már előre mondja. Már előre is kapom, van, amikor előre kapom, utólag mindig megkapom a kritikát, vagy dicséretet, attól függ, hogy mit tettem le az osztalra. Nincs itt ilyen öntömjénezés, vagy gyermektömjénezés, hogy persze bármit csinálsz nagyon jó, előre is kapom. A de láthatatlan a mama, tehát így rendesen meg tudja nézni, és el... Nem. Nem, mindig lecsesz valamiért. Soha nem az. Valamit mindig talált. Kritikus szemmel tudja nézni. Hallottam az új díjról, hát nagyon szurkoltam a Gundinak, de... Na például díjátadó, újságírók, remélem rendesen leszel felölt az... Akkor most már tudom, miért mentél úgy, ahogy mentél. A ruhát, nem így beszél. Láttam a ruhádat, felvettem a jobbik szemüveg. Egyébként 55-ös születésű, ha jól emlékszem. Hogy várjál csak. Ha jól tudom, várjál megnézni. Nem, 64-es. Szóval, hogy nem így beszél, de igen, nem tudsz normálisan felöltözni. Szóval minden után mindig megkapom. Ha elmegyek egy díjátadóra, és nem azt veszem fel, akkor azért, ha átveszem a díjat, de nem azt mondom azért, ha olyan a műsor, hogy nem olyan, de neki nem tetszik, akkor azért. Van egyfajta kontroll. Tornacipőt szakolsz, ki vagy te, csiszát? Igen. Na, és hallgatóink között is biztos vannak olyanok, akik folyamatos kontroll alatt élnek, vagyis a drága jó anyukájuk, drága jó apukájuk valamibe mindig beleszól, úgy, ahogy egyébként a Walking Dead rendezőjének anyukája, aki ugye lesz itt a rendezőt, mert nem tetszett neki az évad zárója. El kéne vinni a mamát a forgatásokra, csak akkor meg tudod az lenne, hogy igen, tessék! Mama! Mama, legyen szíves, nem beleszólni. Oké, beengedtem, nézze. Oké, jó, meghallgat, persze, együtt, de ne szóljon bele. Több átéléssel! Több átélés! Írjátok meg nekünk, jó? Hogy mi az, amit a mama vagy a papa kritizál? Mi az, amiből beleszól? Most tényleg zárjuk ki az anyós, zárjuk ki az após, tehát itt hagyatkozzunk csak a szülőkre. Mikor jelzi, hogy jelzi, egyértelműen jelzi, vagy csak utal valamire, sokszor kicsit utal, amivel pont az őrületbe kergeti a saját gyermekét. Mert ugye van az a kategória, aki nem egyértelműen akar beleszólni, hanem mindent úgy indít, hogy én nem akarok beleszólni, aha, de. Csak. Ugye, tehát megvan ez a szülői típus is, aki úgy kotnyeles, hogy közben agyon tudnád vágni. De persze ő nem érzi, és ő nem akar ezzel rosszat. Csak úgy ott van és jelzi. Csak mondom, hogy nálunk csak vagyok mondom, tisztaságban. De tényleg az a legjobb, hogy olyan baszol vele, ami ezt egyértelműen jobban érzi. És elmegy házmenet, és akkor mit tudom, én a házak szigetelés foglalkozom, és hát szerintem kevés lesz a dűbel. Mama! Szerintetek egyébként mi is ilyenek leszünk? Már vagyunk. Biztos, hogy nem. Szerintem igen. Az a durva, hogy szerintem igen. Tehát, hogy ez ugyanúgy öröklődik. Tehát, hogy látod valamit a gyerekedet, hogy nem jól csinálja, most is mondod neki. Ez nem múlik el 20 év múlva, ha a gyerek mondjuk 30 éves lesz, nem? Most ugyanúgy beleszólunk majd mi is valószínű a gyerek életében. Hát, nem? Én magam... Mégiscsak azt érzed, hogy a tiéd, és valahogy neked erre jogod van, aztán a gyerek fölnő, és talán már kevésbé van. De nem fog változni. Én azt vettem észre, hogy mindent meg akarok csinálni a gyerek helyett.
Nézem, hogy csinálja, és így mert elkezd például, mit tudom én, elkezd főzőcskézni, meg megtanul egy-két ilyen alapvetően kis receptet, így elkezd vagy ételt elkészíteni, és akkor nyilván nem úgy vágja a hagymát, meg nem úgy kockázza a krumplit, meg ilyesmi, és akkor így nézem egy darabig, és akkor hagyjad majd én. Szegény. És az elveszed így a kedvét, az nincs a baj. Nincs meg semmi, és a gyerek önbizalmára és önképére nézem, de na hagyjad, látom már, hagyjad majd én. De egy darabig türkösztetem magam, tehát egy darabig nézem, tudod? Egy perc, aha, szerintem. Amikor és aztán pedig átveszem, hogy igen, és már majdnem végzés, majd én csinálod, túl egy kockákra vágod azt a hagymát. Jó, mondjuk nálad, ha elkölyít hagyma szeret, nem teljesen egyforma, azért ember legyen a talpán, aki nálad úgy csak felszeret elni egy hagymát, hogy az neked tetszen. Mi szeretem a kurátussal fölaprítani. Reklámot hallottak. Arról beszélgettünk, hogy minden családban, ahol ugye még olyan szerencsések hallgatunk, hogy élnek a szülők, ott valószínűleg van egy mama vagy egy papa, aki azért, hogy szeret beleszólni. Uh-huh. Beleszólni a dolgokba, nem ártó szándékkal, nem olyan jelleggel, hogy ő ezt most jobban tudja. Egyszerűen csak szeretné csemetéje, és hát most az idézőjeles a csemetéje, hogy 40 éves emberekről beszélgetünk, 30-40 éves felnőtt emberekről. Szereti a csemetéje azért jól, vagy jobban csinálná éppen azt a dolgot, amit csinál, ezért mama jön és rendet tesz. Mert jót akar. Néhány héttel ezelőtt volt például az, hogy a baltimori zavargások idején egy édesanya a 25 éves fiát észrevette a híradóban, ahogy éppen egy tüntetésen fekete símaszkban, fekete ruhában éppen összecsapni kíván a rendőrökkel, vagy akar a rendőrökkel. A mama fogta magát, bevágta magát az autó, kiment, és hazapofozta a gyereket. De a gyereket, a 25 éves gyereket mindenki szeme láttára, kikiáltották már az évanyának, óriási ödrüvalgás fogadta az egészet, mindenkinek marhára tetszett. Azt mondja, hogy csak a szemében nézett a srácnak, és már látta, hogy a fia simán felismerte abban a pillanatban. Meglátta, és aztán kiment, és szó szerint haza pofozta, haza rángatta a fiút. És az egészet, ami a híradó közvetítette, zseniális. Most nem tudok menni sajnos, nem tudok beszélni, nem tudok kimenni a tüntetés, itt van anyám, le kell tennem. Hálás vagyok, hogy vannak, imádom őket, de amikor jön a telefon, barátokkal vagyok kiangosítva, a következőt hallják. Ettél, Zizikém? Van mit enned? Nem fázol a lakásban? Mész este valahova? Lehet nem kéne, mert hűvös van. Vegyél föl valamit. És nagyon lengén mentél rá. 42 vagyok, írja egy hallgatom. Azt mondja, hogy téli gumit cseréltél, C-vitamin, D-vitamint adtál a gyereknek, CO mérőt vettél a szobában, minden télen minden telefonbeszélgetésnél elhangzik. Azt mondja, hogy nekem most van a 15. napom, hogy megírjam a szakdugám, anyukám és nagymamám felváltva hívnak, hogy érdeklődjenek, mennyit haladtam egy-egy nap. Mondanom sem kell, hogy egyébként nem sokat segítenek. Ezt Bogi küldte nekünk. Van vonalban egy hallgatónk, halló, jó reggelt! Nem, már nincsen vonalban, csak vonalban volt. Azt mondja, hogy 29 éves vagyok, 29 éve balkezes, édesapám hátán feláll a szőr, amikor kenyeret vágok, mindig megjegyzi. Ja, te még mindig balkezes. Te még mindig. Add már ide, majd én vágok egy jobbos karét. Vágok egy jobbos karét, az finomabb. Jó, Flóra küldte nekünk a jobbos karé. Igen. Azért vega vagyok, a családnak ellenére hetente háromszor húst főzök, ha gyerekek közül valaki megbetegszik, papa egyből hív és elmondja, hogy persze, hogy beteg a gyerek, mert ezzel a sok rohadt zöldséggel etetem őket. És mivel nem megy iskolába, így meg is fog bukni. Egyébként kitűnő tanuló a gyerek. Juli küldte nekünk. Tegnap kaptam meg, mondd meg a férjednek, hogy három gyerekkel ne menjen 130-el az autópályán. Mennyivel menjen, szegény? Tényleg. Vágok nagy késsel, áll fölöttem és nézd, majd mondja, el fogod vágni a kezed azzal a nagy késsel. Aj, addig soha, de akkor nyilván elvágtam. Írja nekünk egy másik hallgató. Akkor követed el őket az egyetlen hibát, vagy a legnagyobb hibát, amikor éppen ott áll és kritizál, és nézi, hogy mit csinálsz, és nézi, hogy hogyan csinálod, és már ugrásra készen várja, hogy elszúrt, el is szúrod. És akkor abba biztos, elszúrod, persze. Elcseszed. Van egy hallgatónk, halló, jó reggelt! Halló, jó reggelt, sziasztok! Csáó, na, nálad ki szól bele, miben? Hát jó, édesanyám szól bele, minden áldott héten, szombaton, tél előtt mindig megcsörgetve elhív, hogy édes kicsi fiam, ettél egész héten rendesen tiszta ruhába jár. És akkor mindig mondom meg, hogy van mi nyugi, van feleségem, aki gondoskodik rólam. Nem érdekel a feleséget, igen, meg úgy. Ugye ez a baj anyunak. Ez a probléma, hogy igen. Egy másik nő. Igen, de ettől még van egy durvább is, és akkor utána, amikor ezek ugye lenyugodnak, akkor utána jön, de a pisztolyod mosod rendesen, nem, hogy valami baja legyen a feleségednek.
Mondom, hogy a pisztolyodat mosod erre. Na, viszont itt a feleségre is gondol, hallod? Azt mondja, hogy baja legyen a feleségednek. És mondtam neki, hogy mami, nem olyan az enyém a pisztolyom, mint az oké, Rudi. Hát, hogyha kimondtam, hogy pöttyös és tudós. Igen, igen. Tehát aggódik a mama a pisztolyod iránt, hogy mosod-e rendesen. Igen, mondtam neki, édesanyám, 44 éves vagyok, azért már csak oda tudok ilyesmire figyelni. És minden vasárnap megérkezik a telefon? Nagyon jó. Szombaton, általában szombaton 9 és 11 között. Így ez egész hétvégét megalapozza. Hát, ha már nem 11 óráig, akkor már csörgetem, hogy valami baj van. Igen, tehát hogy nem fenyeget az éjjelhalás és tiszta elruha. Hát, hát ez fontos dolga. Hát igen, csak ugye amikor meg vannak olyanok, hogy annyira túlagód mindent, mikor már szó, hogy jön fel, akkor jaj, mondom a páromnak, takarítsunk, mindent csináljunk, mert ezt úgyis bele fog köszni mindenbe. Képes kiszedni a ruháimat, és mondja a páromnak, hogy nincs ki mosva rendesen, nincs ki vasalva rendesen, meg ilyenek. Atyaisten, jó, azért ez a párod és az ő közötti konfliktus is erősen jelzi azért, hogy... Nem, meg el vannak amúgy, nincs semmi vita. Ha csak finoman jelzi, hogy azért ő szebben most, meg szebben takarít. Így van. Köszi, hogy elmondtad, ciao. Sziasztok. Hello. Fater mindig elmagyarázza nekem, hogyan kell használni a Google keresőt, még a laptopomat se tudja bekapcsolni, de mindig okoskodik, amikor használom. Amikor a tényekkel szembesítem, kiderül, hogy én vagyok a rossz. Megérkezem apámékhoz, mindig a következő mondat vár. Koszos a kocsi. Mire mondom, hogy most mostam le, akkor foltos. És úgy is talál rajta valamit. Jó, de gyönyörű. Akkor foltos. Üzletvezetőként dolgoztam egy nagy telekommunikációs cégnek, és bejött a nagyikám, és az ügyfelek előtt elkezdtem mondani, hogy törölgessem már át a lámpabúrákat, mert ő foltosnak látja őket. És minden nap töröljem le a székeket, mert azt úgy kell. Azért az erős, nem? Azért az üzletvezetőként azért az picit erős. Igen. Évi 60 ezer kilométert vezetek, édesapám max évi 5000-et. Ha beül mellém, még mindig magyarázza, hogy kell vezetni. De már megszoktam, Laci küldte nekünk. Engem apám úgy engedett csak vezetni, hogy beült az anyósülésre és fogta a kéziféket. A biztonság. Igen, ez reális, egy 80-an menő kocsit megállítasz kézifékkel egyébként. Gyerek születése után fiú lett, anyám csak annyit mondott, ha tátott szájjal csináltad volna, akkor legalább szép lány lett volna. Ezek is súlyos mondatok, De azért a papa beül és megfogja a kéziféket, erős, nem? Anyám szerint életképtelen vagyok. Mindig azt mondja a drága asszony, hogy világra való, csak nem erre, ami én vagyok. 32 éves vagyok, minden szép, minden jó. De egyébként imádom a saját édesanyját. Aha. Azért ez is kemény. Igen, de azért jól indítja. Világra való, de nem erre. Jó felvezetés után drámai befejezés. Igen. Apám mindig úgy építette az önbizalmamat, hogy ne azt mondta, hogy nem lehet, hanem mondd azt, hogy nem tudod. Jó, de szép mondatok ezek, igen. Balázs, ezért a témáért még számolunk, puszi, az édesanyám. A drága mama. 41 éves édesanyja vagyok, anyukám adott 2000 forintot, és mondta, hogy menjek el fodrászhoz. De már, és adott pénzt is rá. Adj, cuki. Hát ez csak a gondoskodás. Istenem, menj le, hogy nézel ki? Nincs pénzed, fodrászol? Na, itt van 2000 forint. Ráadásul reális a 2000, nem? Igen. Tehát, hogy nem tudom, lehet, hogy Budapesten kívül igény Budapesten már nem nagyon válják le a helyet. Valót is hagyjál. Jaj, de szép SMS-ek ezek. De egyébként tényleg visszatérve ahhoz, hogy mi ugyanilyenek leszünk, ha nem is ugyanebben a formában, de a szülői lét, az kicsit erről szól. Mindig úgy érzed, hogy egyengedni kell a gyermek útján. Nem? De csak amikor felnőnek, már csak elengeded, nem? Mert hogy most mondod neki, mit én bringázunk, és akkor mondod, hogy Soma, fogd a két kézzel a kormányt, de ezt később is fogjuk mondani? Hogy rendesen mennyi gyerekem, hát mert felpofozlak. Hát de ezek szerint, az SMS-ek szerint meg mindenki mondja a felnőtt gyerekének. Igen. Anyukám szerint Pesten én mindig éhes vagyok, és nincs Pesten kenyér. Ezért mindig adni akar, hogyha nála vagyok. Nincs ott jó kenyér. Ez honnan jött, ez a fél info. Hogy ne halljak. Ez azért akad. Igen, atya úristen. Na jó van. Azt mondja, utolsó SMS, 42 éves vagyok, anyukám szegény ki sem mozdul otthonról, mert pánikbeteg, de ha átmegyek hozzá, minden nap megjegyzi, te ebbe a ruhába mentél dolgozni, más nincs. Imádom, de sírva visz, ez Kitty küldte nekünk. Utolsó, 40 éves vagyok, anyukámék mellett laktunk, mindig spóroltak, a gyerekek be voltak tanítva, ha jön a mama kólát, chipset, el kell dugni. Egészségesen élünk, gyerekek. Itt nincsen semmi. Kólát, dugd el, jön a mama, dugd el a chipset, dugd el a kólát. Na jó, köszönjük az SMS-eket. Hát akkor nem csak a Walking Dead rendezőjét.
Idézőjelesen terrorizálja az anyukát. Ez nem terror, nem, valójában, hát ez szeretetről szól. Ez aggódásról és a gondoskodásról természetesen. Meg addig jó, amíg mondja. Meglátta a posztokat és aggódik a fia testépségét. Ah, igen. Best of Morning Show. A Morning Show legjobb pillanatai. Nagyon érdekes témát találtunk, és egy olyan jelenségről szeretnénk beszélni, amit szerintem mindenki átélt már, ha a gyermekét vitte valahova, és akkor is, ha nincs gyermeke, mert ezt nem gyerekes szülők is ugyanúgy átélhetik. Ugyanis botrányba fulladt egy futóverseny, ahol kisgyerekek szüleikkel együtt futhattak versenyt, vagy futhattak volna, mert hogy igazából nem lett futóverseny, csak síró gyermekek, hát hada egy idő után. A túlmotivált és eredménycentrikus anyukák és apukák szabályosan rángatni kezdték a gyermeküket, szemük fényét, csak azért, hogy célba érjenek minél előbb, és lefussák a hétvégi junior maratont az ausztriai Linzben. 3-4 éves kölykök egymás után fakadtak sírva, és elképesztő fotósorozat látott egyébként napvilágot erről a linci futóversenyről, ami megdöbbentő. Ugye miről szólt a dolog? Arról szólt, hogy kicsit mindenki mozogjon, érezze jól magát, szülők, gyerekek együtt fussanak, és ennek nyilván adtak egyfajta okot, és azt mondták, hogy rendben, ez nem egy presztízs kérdés, gyertek, mozogjatok, aki beér először, az természetesen ajándékot kap. Mosolygós gyerekarcok érkeztek a futóversenyre, megérkeztek anyukák, apukák, mindenki átöltözve, és mindenki várta, hogy ellőjék a startpisztolyt. Majd, amikor ez megtörtént, akkor valami egészen elképesztő látvány fogadta a szervezőket, ugyanis túlvezérelt, agyon motivált, nyerni erősen akaró apukák és anyukák kezdték el rángatni úgy a gyerekeiket a cél felé, hogy a fotósok egyébként rengeteg fotót készítettek erről az eseményről, amit mi is felteszünk a Facebookra. Lobogóhajú anyukák, apukák tépik előre a síró, zokogó, futni nem akaró, megijedt, rémült, vagy legalábbis ilyen tempóban nem akar. Kicsi, apró rajtszámmal ellátott csemetéiket. És a fotó egyébként tényleg megdöbbentő, azt látod, hogy elől fut egy apuka, tépi a gyereket, a gyereknek már, ugye a gyereknek már elveszett az egyensúlyát, fél lábbal felborulva az apa a karjával húzza maga után. Jobb oldalon a képen egy anyuka tépi úgy a 3 éves gyerekét, aki kétségbe esetten kiabál, próbál a másik kezével letámaszkodni a földre. Az nyilván nem akar menni, és nem tud. Mindjárt hagyat esik, az anyukán meg lobog a pulcsi. És üvölt. Üvölt. Bal oldalon látsz egy apukát, akinek ki van kockázva a feje. Ő úgy tépi a gyerekét, hogy konkrétan a gyerek a levegőben van. Hátul pedig elesett gyerekeket próbálnak a földről fölrángatni a szülők, csak azért, hogy beérjenek Jézus és megnyerjék a futóversenyt. A gyerekek egykezes, ugye a történet általában, mert úgy futottál, hogy magad mellett tartod a gyereket, és amikor olyat csináltál, hogy apu-anyu egymás mellett áll közötte a gyerek, és ugorjunk át egy tócsát, kicsim, ugyanezt csinálod van, így, de egyedül vagy, tehát a gyerek biztos, hogy nem fog tudni ugyanolyan tempóval futni. Meg hosszú métereken keresztül ráadásul. És húzod magad után a kölyködet. Nagyon komoly. Biztos írtozatos tétje volt a versenynek. Lehet, hogy ilyen kupont lehetett nyerni egy fagyizóba, ahol ha részt vettél a versenyen, egy gombócot ingyen kapsz. Mindegy egyébként, egy ilyen versenyen a mindegy a nyeremény, neked elborul az agyad, meg kell mutatni, hogy ti vagytok a legjobb a lányoddal vagy a fiaddal. Nemzeti színű szalaggal csoki érem, tudod. Nagyjából ez lehet. Minden részt, minden célba érkező kap éremet, de akkor is a végelszámolásnál kiderül, hogy ki a legjobb. Második, harmadik hely senkit nem érdekel, csak az első hely. De itt ugye arról szól a dolog, hogy itt a gyereket kellett, hogy beérjem, mert ugye rajta van a rajtszám. Tehát a szülőkön nem volt rajtszám. Tehát a szülők akarták hozzásegíteni ahhoz a saját csemetéjüket, hogy nyerjék meg a versenyt. Mintha egy edző, képzeld az olimpián, hogy fut valaki, érted, vagy úszik, egy Michael Phelps-et hátulról tolná az edzője motorcsorakkal a célba. A közösségi oldalakon egyébként totálisan leban vannak döbbenve azok, akik látták ezeket a képeket. Szóval, hogy a szülői becsvágynak tényleg hol van a határa, vagy van-e egyáltalán a határa? És aki gyerekes szülő, és ahogy mondtam okosan az előbb, aki nem gyerekes szülő, ugye mutassatok egyet. Annak biztos már van ilyen, biztos van ilyen, már ezt is feltalálták a nem gyerekes szülőket. Akik majd a jövőben szülők lesznek, azok szerintem találkoztak ezzel a fajta jelenséggel, amikor is tényleg elviszed a gyermekedet egy edzésre. Elviszed a gyermekedet egy versenyre. És ott vannak az úgynevezett túlvezérelt apukák, anyukák, akik nem tudnak abba belenyugodni, hogy nem az ő gyerekük a legügyesebb. Nem tudják azt elfogadni, hogy a gyerekük még csetlik-botlik, a gyerekük kikap egy adott versenyen, nem úgy rúgja a labdát, esetleg föllökik, vagy kihagyja a gólt, vagy nem úgy tör kapura, ahogy azt apuka egyébként elképzelte.
És hát nálunk is, mi is járunk a Benivel focira, mert imádja a foci edzést, és én azért ott látok másfajta szülőket, és nem a mi edzésünk, mert nagyon picik ott még a gyerekek. Tehát nálunk ezt még nem veszik komolyan, de más pályákon edzenek egy kicsit nagyobb gyerekek. És ezt talán meséltem a múltkor, hogy voltunk ilyen Bozsik napon, amikor is ugye a különböző korcsoportok már ugye versenyeznek egymással. Hát megdöbbentő dolgokat látsz. Szóval elképesztő tanulságos, amikor kicsit elhízott apuka farmer kabátban, nagyon kivágott pólóban rángatja a szöges drótot. Rángatja a szöges drótot, és verbálisan kínozza a gyereket, űzi, hajtja, fenyegeti, és nem engedi lejönni a pályáról, és ordít a gyereknek, de úgy, hogy te vagy zavarban attól, amikor hallgatod, hogy mi nem lesz, hogy mi marad el, hogy mit nem kap meg a gyerek, hogy mit felejtsen el. A fenyegetés? A fenyegetés. Minden, hogy nem lesz semmi, hogy mikor nem lesz semmi. Vörös arccal, kigúvadó szemekkel, úgyhogy már az edzők jönnek ki, hogy apuka nyugodjon meg. Ez egy verseny, ez egy Bozsik nap, de nem történik semmi olyan, nem baj, ha Pistike nem rúgja be azt a gólt. Tehát ez a szülői típus, ez egy elképesztő. Ez baj, meg figyeljetek. Hogy nem rúgja be a gólt? Igen. Nem baj. De baj. De hogy baj. Mondom neked, 3 héttel ezelőtt voltunk kézilabda kupán, elkísértük a gyereket, mert ugye Panyesz most már kézilabda kapus lett, és én nagyon boldog. Hát elborult az agyam, és üvöltöttem, hogy a hidélyese, gyerünk, mit csinálsz? Ott üvöltöttem a Muki mögött, érted? Szegény így nézett hátra, ne engem nézz a labdát! Mert ha már ott vagy egy kicsit... De nem lehet így agyon stresszelni egy gyereket. Meg akarod nyerni, érted Balázs? Egy kicsit te akarsz a kapuban állni, egy kicsit a... Persze, ez benne van, hogy... Hagyd majd én kis hülye! Taparodj ki a kapuban! Tiszta anyád vagy! Mutatom, hogy hogy kell csinálni, érted? Egy picit el... Kötni vittelek volna. Elkap a láz, és azt akarod, hogy de igen, nyerje meg, és aztán persze nyilván én is a homlokomra csaptam, hogy nem fogok ott koordinálni, hiszen nem értek a kézilabdához, az edzőnén is sokkal jobban csinálja a dolgot, de már én neki is mondtam, nem látja, hogy cserélje már azt az öt éves. Én behalok, én ettől behalok. Figyelj, annyira elkap. Az átlövő, az átlövővel van a gól. Sokkal jobb, nincs súlypont emelkedés, nem lövj át a falat. Egy picit elhiszed magadról, hogy te is ott vagy. Sáncolj már, kis köcsög! Ez kézilabda, te hülye állat, nem röplad. Érted? Egy picit elhiszed, hogy te magad is ott vagy, és egy kicsit nyerni akar, azt akarod, hogy nyerjen a gyereked. De nem, de ezt meg lehet csinálni intelligensen is, és meg lehet csinálni is, hogy szétnyomasztod a gyereket, veszekszel a többi szülővel, megtéped, amikor lejön a pályáról, rángatod, ordibálsz neki, megalázod azt a szerencsétlen gyereket, aki 6 évesen még nem, azt se tudja, hol van, csak rohan előre, és még próbál valamit csinálni, de hát még máshogy gondolkodnak azért ők a pályán, mint ahogy a szülő gondolkodik. Mondom, nálunk én olyanokat hallok, hogy 7 éves a gyerek, hogy mi lesz, hogy nem jössz haza, hogy ha kihagyod, hogy ne legyél béna, hogy miért nem lövöd be, hogy passzolj, hogy nyisd már ki a szemed, hogy vak vagy. Érted? Nem tudnék ilyet ordibálni a saját gyerekemnek. Nyilván, azért van egy határ. Ugye? Tehát, hogy van egy határ. Nem lesz vacsora. Hogy, és azt látod a gyereken, hogy belenyomorodva az apja a terhébe, próbál minél inkább teljesíteni, egyre bizonytalanabb, nyilván kihagyja, mellé rúgja, még talán nem is olyan ügyes, és az apja meg ott terrorizálja a kerítés mellett, de úgy, hogy a többi szülő így vigyázva ül mellette, és nem akar vele azonosulni. De ha megkérdeznéd az apukát, akkor ő biztos, hogy megmagyarázná, hogy ez miért van, mert hogy a gyerek most lusta, a gyerek csak ebből ért, a gyereknek igenis kell az, hogy nyomás legyen rajta, mert egyébként teher alatt nő a pálma, egyébként az edző bá egyáltalán nem érti a dolgát, és a másikat játszhatja, pedig az ő gyerek sokkal jobb, igen, bele kéne rugatni az összes 11-est, mert egyébként igen, ősi kétlábas, nem pedig a másikának csak a jobb lába jó, és egyébként is ez a gyerek egyáltalán tiszta anyja, azért hozták el sportolni, mert egyébként elhízna, és megmagyarázná. De most elindulsz egy futóverseny, nem mindegy, hogy hol fut be a gyerek, tényleg nekiállsz rángatni. Abszolút tényleg mindegy. Fogod a kezét, és semmi végig rángatod, ezeket nincsen. A gyerekeket a fotósorozat szerint végig rángatták a pályán. A hülye állatszülők azért, hogy ők érjenek be először. Most meg vagy ordít mögötted a gyereked, és mondod, Pistike, ne sírjál. Kitéped a kezem, de fáj, de meg vagyok érjenek. A gyerek miért mögötted jön egy, mit tudom én, 5000-es tömeg, minden gyerek ordít, ki elsírja magát. Anyuka meg lobogó haja a farmer csekiben végig rángatja a gyerekét a pályán. Úgy, hogy sír. Nem kéne az ilyen szülőt felakasztani? Hát de komolyan mondom, nem? Azért, mert miről van szó, ő meg akarja nyerni. Persze, a szülői becsvágyról.
hogy ott állhasson a dobogó mellett, pedig ez a gyerekről szól, senki másról, meg a sikerélményről. És a gyerek az mindennek tud örülni. Mindennek tud örülni. A szülő az már nem annyira, mert hogy ő valószínűleg egyébként a munkahelyéről is, meg amúgy a körülötte lévő világból is azt hozza, hogy csak az számít, hogy győzöl, vagy veszítesz. Tehát, hogy a győztesekre mindenki emlékszik, a vesztesekre senki. Igen, második, harmadik hely, negyedik hely egyszerűen nem létezik, győzni kell. Igen, de én például a kicsi gyerekeknél ezt még nem értem. Tehát 6-8 éves gyerekeknél, te amikor azt látod, hogy az apa veréssel fenyegeti, meg ilyeneket kiabál be, nagyon jókat én hallgatok, nem azért van szemed, hogy csípje a szappan. Nagyon jó. Jó. Érted, és ezt látod a 7 éves gyerekek, aki még előre sem megy nagyon, mert nem tudja, hol a kapu, lement, mert egy kicsit focizik, nem biztos, hogy focista lesz egyébként. És az apa meg az anya két sonkás zsömlét majszol a kerítés mellett, és ekkora fejjel oldibár a gyerekkel, hogy nem, idén nem lesz semmi. Nem lesz semmi. Nincs nyaralás, nincs bicikli. Nyáron 11-eseket fogsz gyakorolni kint. Szóval... A játszótéren. Igen. Mennyi a junior maraton? Mennyit futottak volna? Hát ez nem. Persze néhány száz méteres, hogy maratonnak nevezik őket, de itt tényleg ilyen néhány száz méteres távokról van csak szó. Ezek a mini maratonok, ezek nyilván nem erről szólnak. Pár száz métert kell lefutni, hogy a gyerek mégis érezze meg, hogy milyen az, hogy együtt közösen csinálsz valamit. Szerintem ennek nyilván ez az értelme. Itt egy kanyar, ezt most levágjuk. Szálljunk már fel a hetek buszra, menjünk egy. Ugye nagy kérdés, hogy szólsz ilyenkor a szülőnek, amikor látod, hogy már terrorizálja a gyereket, vagy nem szólsz? Azért nem szól az ember, nem? Tehát rá hagyod, tehát nincs között hozzá, ugye? Simán benne van a pakliban, hogy neked esik. Tehát, hogy itt, és képzeld már el azt a szituációt, amikor belekeveredsz egy ilyen helyzetbe, és ott birkoztok egy másik szülővel, ott építek egymást, és már mindenki körbeáll benneteket. Az egyik oldalon az ő gyereke áll, könnyes szemmel, meg tátott szájjal, a másik oldalon meg a tiéd. Próbálnak széthúzni benneteket, de nyilván az ember közel jön. A salakporba ott henterektek mind a ketten. Azt mondja, a két gyerek, menjünk ki egy üdítőre. Egyébként igen. Például azt mondják, hogy ezt így olvastam, hogy amerikai egyesületeknél, sportegyesületeknél nagyon sok ilyen ki is írják már a bejárat mellé egy táblára, hogyha te úgy gondolod, hogy a te gyereket fontosabb, mint az összes többi gyerek, hogyha bontod a csapategységet, hogyha azt gondolod, hogy te jobb vagy az edzőnél, és hogy ez a sportághoz jobban értesz, akkor maradj kint. De jó, ez milyen jó egyébként. Igen, kiírják ki. Ugyanis náluk ez egy ilyen ténylegesen jelenlévő dolog, hogy bemennek a kicsit, egyébként a sporthoz valószínűleg talán valamikor volt közük, de aztán valahogy mit tudom, hogy kettébe tört. Az egyébként, hogy hívják olyan pályák, aminek a végén nyilván Michael Jordannél váltak volna, például, hogyha csak a kosárlabdáról van szó, és akkor ő a gyereken keresztül akarja megvalósítani a saját soha szárba nem szökkenő vágyait, elképzelését, a saját karrierjét akarja megcsináltatni a gyerekkel. És bemennek, és akkor ügyetlenek. Ráadásul ilyenkor tudják, mi van, hogyha például szponzorálja is az egyesületet, vagy támogatja valamivel, tehát hogyha hozza vissza a gyerekeket, vagy belead mondjuk egy kis lóvét, kifestette a tornatermet, meg mondjuk elmegy időnként letolja a pályán a gyepet, vagy beleadott a cipőpénzbe, a messzpénzbe, stb., akkor onnantól ez már az is gondolja, hogy ő beleszólhat, mert kvázi részvényes. Ja, én nem vagyok, ti se vagytok, vagy én megmondom, hogy... Nélkülem mezitláb rúgnátok a bőrbe! Az ilyen típusú gyermekmegalázás egyébként nekem sokszor tényleg nagyon hasonlít a gyermek szépségversenyekhez. Hasonló, nem? Nézd meg a gyermek szépségversenyeken az anyukákat, hogy 80%-uk nagyon ronda, nagyon elhízott. Figyelj, nézd meg, hogy az a saját meg nem valósult, fejben létező idealisztikus álmát próbálja a 6 éves kis szobbarakot nagyon kirúzsozott kislányán magas sarkúban föltolni a színpadra, hogy merő szép, ha már ronda vagyok. Ugye majd ő biztos meggyeri. Nézd meg azokat az anyukákat. Tisztelet a kivételnek, akik egyébként gyerekszépségversenyre tolják a sarádjuk. Mi gyereküket, micsoda frusztráció, nem? És ott áll anyuka egyet. Mosolyog, beásad ki a cicit. Milyen cicit? Cicitben. Milyen pici kislány, milyen kis gyerek. 8 és fél éves vagyok. Na, írjanak nekünk tényleg, akár edzők is egészen nyugodtan, jó, hogy milyen szülői szélsőségeket tapasztaltatok, mit láttatok. Onnantól kezdve, amit írnak hallgatóink tényleg, hogy láttátok, ahogy motorversenyen apuka egy vödör vízzel leöntötte a gyereket. Nem tudott rendesen végigmenni a pályán. Miket kiabálnak az apukák, az anyukák? Ti, mint szülők, mit tapasztaltok? Illetve tényleg edzők is, amikor már
úgy éreztétek, hogy vagy szólni kell, vagy beszélni kell az adott szülővel, mert egyszerűen hát demoralizálja a gyereket, a csapatot és a többi szülőt is. Mert egy-egy ilyen szülő tényleg tönkre tud tenni. Akár egy egész edzést. Jó, hogy mit láttatok, mit csinálnak? Mit csinálnak ezek az emberek? Elképesztő egyébként. A fotót fölrakjuk a Facebookra, nézzétek meg, nagyon tanulságos. Már fönt van, ahogy a sírozók, ahogy gyereket rámenek. De komolyan, mint ahogy menekülnének, és nem pedig egy gyerekeknek rendezett futóverseny. Tényleg, lehet, hogy futnak valami elől. Három gyerek van elől, három gyerek van, és mind a három levegőben van. Tehát annyira tépik, hogy nem ér le a lábuk a földre. Elképesztő. Ez itt a Morning Show a Class FM-en. 3:48 lesz, pontosan 4 perc múlva. Hello mindenkinek, itt vagyunk. Supertrafia 4-esen, Hajdúszoboszló és Debrecen között, Ebes közelében mérnek a 60-as táblánál. Csoki guru, köszönjük szépen, hogy elküldted. Na, egy érdekes témával foglalkozunk, ugye arról, hogy milyen az, amikor az ember szülőként elviszi a gyermekét különböző sportversenyre, és másik kicsit idézőjelesen kicsit túlvezérelt szülővel találkozol, aki vagy ütivágja a gyermekét, vagy szavakban verbálisan terrorizálja szavakkal, és hát nem bírja elfogadni, hogy a gyermek nem úgy teljesít, ahogy szeretné, vagy a csapata éppen kikapott. De hogy ez nem egy magyar sajátosság, ugye beszéltünk egy osztrák futóversenyről, egy linci futóversenyről, ahol apukák, anyukák indultak el a junior maratonon, és a gyermeküket, a síró gyermeküket végig tépték az adott távon, miközben a gyerekek kiabáltak, sírtak, és elképesztő sajtófotók készültek, hogy rohanó anyukák, apukák a földön fekvő gyerekeket hogy próbálják tépni, hogy ők legyenek az elsők. És ugye persze nyilván ez egy érthető szülői mentalitás, legalábbis abból a szempontból, hogyha a gyermek versenyzik, te izgulsz, ott vagy, drukkolsz neki, de hát vannak szélsőségek, és mi most a szélsőségeket kerestük. Arra kértünk benneteket, írjátok meg nekünk, hogy nektek szülőként a környezetetekben van-e olyan szülő, aki hasonló mentalitással viszi le a gyereket egy tornaedzésre, vívni, úszni, vagy éppen egy fociedzésre. Hát egészen elképesztő SMS-ek egyébként, hogy apukák, anyukák hogy gondolják, vagy mit gondolnak a bíztatásról és a mentális támogatásról. Szóval hihetetlen. És hogy bele se gondolnak, hogy az alapjelvi egyébként mennyire hosszú távon mennyire megnyomorítja a gyereket. Szörnyeteg. Tehát amikor a gyerek már nem a versenyre koncentrál, hanem attól szorong, hogy az ő apja megint hogy fog viselkedni, és neki ez mennyire kellemetlen lesz, micsoda teher, nem? Mennyire tönkre teszi ezzel a saját gyerekét. A veszteni nem tudó apuka. Karate diák olimpián láttam, hogy a WC-ben a 10 éves gyerek szűkölve retteg, ahogy apuka ordítva magyarázza, hogy szúrta el az első meccsét, néha belerúgva, beleboxolva a WC ajtóba. És ő is megértett a karate lényegét. Az öcsém régen focizott, 12 éves volt, amikor az egyik teremtornám apám nem kevés hideg kávé után unikummal, egy bírói ítélet után bement a pályára, és segbe rúgta a bírót. Kivezették a teremre. Ez még a jobbik egyébként. Csendben oda megy, fenékbe rúgja, kivezetik. Gyerek foci kupa pár éve, apuka üvölt a 8-10 éves fiának, hogy neki méld, rúgt fel azt a béna gyereket. Annak a béna gyereknek az apja egy jól megtervett, aktív olimpiai bajnokunk volt, az üvöltő apuka akkora sallert kapott tőle. talán még most izzunk mindene. 14 éves unokaöcsém vízilabda meccsi, miután kikaptak, a kapus apja olyat lekevert a fiának, amitől vízhangzott az úszoda. Erre az edző bevágta a medencébe. Hogy milyen szélsőségek van? A saját gyerekedet, gondold el. Engedett 4 gólt. Mennyire megalázó, igen. Nálunk a körzeti megbízott fia focizik az ifibe, mikor felrúgták, üvölt, még egy ilyen és szolgálatba helyezem magam, és apád gyalog fog járni. Azért kérdezem, de jó vagy. Még egy ilyen szolgálatba helyezem magam. Na kérem, akkor forgalmi jogosítvány hajtási engedély. Igen, akkor megvágválok az autón, nem biztos találok valami. Igen. Teniszversenyen, országos bajnokságon az apuka minden egyes elrontott pont után azt üvöltette a lányának, hogy olyan vagy, mint az anyád. A győztes meccs után természetesen büszkén mondta, hogy az én lányom. Ennyire durva. Van egy hallgatónk is, halló, jó reggel, ciao. Sziasztok, Juska vagyok. Hello Judit, na, szia. Veled mi történt? Vagy te mit láttál? Én átéltem egy helyzetet. Vácon voltunk, a fiam olyan 9-10 éves lehetett focizott, Vácon voltunk teremtornán. Na hát aztán ott volt egy túlvezérelt apuka, akivel folyamatosan problémák voltak. Teremtorna volt, ezek olyan 15 perces meccsek, folyamatosan cserélik a gyerekeket. Na most, amikor az ő fiát lecserélték az én fiamra, mindenki béna volt, mindenki szerencsétlen, mindenki nulla volt, csak az ő fia volt a jó, és az ő fia mondja a gólokat, miért kellett lecserélni, és hát természetesen elkezdte
szívni a fiam, hogy mert az enyémet rakták be. És akkor szóltam neki, hogy most már jó lenne egy kicsit visszavenne. Na akkor még nem is szólt vissza nekem semmit, hanem szünetben jöttem le a lépcsőn, ő jött fölfele, fogta és így álom vett alulról, ahogy jött fölfele a lépcsőn, hogy vegyek vissza egy nem, kicsit. Nem mondott de komolyan. Frankon összekoccant a fogam, na ott aztán látták apukák, úgy azért elkapták meg az edző is, hogy azért ez már nagyon sok volt. Tehát oda ment, és azért, mert mondtad neki, hogy kicsit vegyen vissza, oda ment, és álcsúcson vágott. Igen, mert neki nem szólhatott senki. És folyamatosan ez ment minden meccsen. Volt olyan meccs, hogy kapunk keresztül ki kellett zárni, tehát támasztották az apukák a kaput, hogy ne tudjon bejönni, mert neki akart menni másnak. Jézus Mária. Primitív. És a többi szülő elkapta, vagy megkodálsz, hogy jön? Természetesen, persze, mikor látták, voltak, mert ugye jöttek mögöttem le, csak pont egy ilyen fordulóba voltunk, lépcsőfordulóba, és ő csak engem látott, ahogy én kiléptem a fordulóból, és ugye rögtön fogta, így felemelte az ötlét, és álomvágott, úgyhogy rendesen összekoccant a fogam. Úristen! Úristen, hát ez egyfajta véglet, igen, hát pont ezeket keresünk. Igen, igen. Na de aztán nálunk voltak anyukák is, vehemens anyukák is. Volt olyan meccs, hogy meccs végén 4-5 anyuka rontott be a pályára, úgyhogy a végén rendőrt hívtak, hogy megvédjék. Egymással verekedtek össze, vagy egymás gyerekeit akarták megverni? Nem, hanem a spori folyamatosan ellenünk fújt, az anyukák egy kicsit túlvezéreltek voltak, összekarolkoztak, és meccs végén a sporit megszerették az volna. Amikor 4 ilyen magas sarkus anyuka üldözi a sporit, azért az kemény, nem gyerek. Igen, de. Igen. Igen, komolyan körbevették, folyamatosan magyaráztak, neki szíták, és aztán kihívták a rendőröket, mert ott már akkor a csetepati lett, hogy ugye a másik csapatnak a szülei próbálták megvédeni a sporit, akkor már nem csak a sporit akarták megvenni, hanem egymást. Hát, és aztán sajnos, el is lettünk tiltva. Sajnos azért ez a focinál meg aztán pláne nagyon jellemző. Tehát van egy-két sportág, ahol azért a szülők kicsit túlvezéreltek, és talán kevésbé intelligensek, vagy éppen unintelligensek, és sajnos sokszor a foci ilyen. Tisztelet a nagyszámú kivételnek azért vannak normális szülők is, akik normálisan kezdik a gyereket, normálisan drukkol, de igen, szóval a foci az egy ilyen sport. Igen. Köszi, hogy elmondtad, ciao. Vigyázz magadra. Szia. Hello. Van egy foci kapus, 11 éves srác, apuka is kapus volt, minden meccsen apuka a kapu mögött vetődik és ugrik. Jó, és mondja a gyerek. Ez jó, ez tetszik. És mondja a gyerek, most jobbra, most balra. Igen, balra rúgaszkodjál. De mi a gyerek? Hülye? Tehát nem tudja, mert figyel. Jó, őt szeretem egyébként, ha jól. Tehát beállni a gyerek kapuja mögé vetődni. Fedőneve Árnyék. Őrült kellemetlen lehet egyébként, amikor ezt a faterot csinálja, gondolod. Jó, de ő a... Apa, ő az a léci, ülj már le, annyira ciki vagy. Bara, igen, van, Jézus, Atya úristen. Azt mondja, hogy nagyon sok jó jött még. Kihagyott gól, apa a fiának üvölt teritorokból. Csináltam volna meg inkább a szekrényt, amikor téged csináltam. Jaj, nem már. Megyei foci meccs, 11-es rugásnál. Apuka telitorokból ordít a partvonalról a 10 éves kapus kisfiának. Véd ki, bé meg, mert ha nem összeverem az anyádat. Gondold el, de atya, úristen. Hogy anyát fogják bántani, ha én most béna leszek. Úristen. Sziasztok, judó verseny. Túlvezérelt apuka a sörös dobozzal a kezében állt a tatami széle, miközben a fia az enyémmel meccs, és azt ordibálja. Öld meg, nyírt ki, tört ki a kezét. Sörös dobozol a kezébe. Úristen. Atyaisten, szerintetek kérdezi Taylor. Nagyon durva, és nem is tudsz vele mit csinálni. Uh-huh. Tehát drukkolsz a gyerekednek, legyen túl a meccsen, nem, nem tudsz mit nem csinálni. Nem a fair play-dire hajt. Igen. A lányom csapattársának az apukája puskát írt a gyerek kezére, hogy kézilabdázik, hogy hova lőjön kapura, és hogy helyezkedjen a meccsen. Képzeld el, hogy a gyerek olvas a tenyeréről. Igen. Jobb felsőbb. Pipa. Úristen. Apuka teniszmeccsen telitorokból ordít. Ne nézelődj, nem vagy turista. Láttam olyan motocross versenyt Piliscsében, hogy az apuka egy vödörvízzel locsolt el a fiát verseny közben, mert nem úgy ment, ahogy ezt elvárta volna. Hozzáteszem, sokat javított ezután a srác, aki 14 éves volt. Volt motiváció. Meg akart száradni. Az én faterom minden birkózó versenyt végigült a szőnyek széléről, sőt még a dobásokat is csinálja utána. Az mekkora lehet. Egy levegővel végig tud lövölteni 6 percet. Ez amikor a csípődobás vagy a váldobást, tehát elárnyékolod, azért az... Igen. Az picit erősnek tűnik, nem? És amikor a gyerekedet két vára fektetik, akkor te is fekszel, hogy gyerekig harcol a semmivel. Nincs még tus. Nem ért le a két vállal, nem ért le. Úristen.
Nagymamám a futballmeccsen a gólban tartó labdánál beszaladt a pályára, és kirúgta a labdát. Örökre kitiltott. Jó, ezt mondjuk bírom. Igen, nagy, ezek jók. Nagyi kapde. Tehát van az a típus, aki azért szerethető valahol, tehát úgy túlvezérelt, hogy érted, még egy hazadás, és görög tüzeket gyűjt a pályaszélén a nyuszi kupán, tudod? Tehát hogy ezek jók, tehát hogy ők ezért viszik a csapatot. Gyerekfocin egy anyuka kiabálta a fiának, rúgt fel azt a kis köcsök 13-ast. A 13-as a pici öcsém volt, a nagyobbik 20 éves öcsém pattant, és egyből megindult, mondom, remek, a 2 méteres öcsém mindjárt megver egy anyukát. Végül is csak verbálisan bántalmazta. Úgy, hogy a férje próbált beleolvadni a tömegbe, és letagadni, hogy az ő felesége volt ekkora parasz. Nem azért, nem. Ismerős, a kertszomszédunk. A kollégám feleségét kitiltották a tihanyi foci meccsről, mert berohant és leköpte a bírót. Amikor egy anyuka nyomját, az a legnagyobb. És azért viszonylag nehéz megőrizni a sporinak, hogy is ugye csak a tekintélyt, amikor kergeti 3-4 anyuk, és ilyen centrumos szatyok a fejét, és megpróbálják leköpni. Jön egy magas sarkú nő, frissen ondolált vörös hajjal, fut feléd magas sarkúval, és egy arcon köp. És így állsz, és azt mondta, hogy te atya úristen, mindennek az alja. Mit csinálj? És ráadás egy nő, tudod, egy nő, arcon köp egy nő. Meg a parti az is haj, hogy harák volt. Mert felrúgták a gyerekét. Úristen. Junior boxbajnokság. Elég tehetséges 8-9 éves fiú, kisfiú sajnos pontozással kikapott. A gyermek kérdezi meccs után az apjától, hogy apu, kaphatok egy kólát, mire az apuka közli ordítva. Nem kapsz te semmit. Úgy boxoltál, mint egy nő. Szegény gyerek kicsit mosolyogva próbálta leplezni, szégyelli magát. Istenem, az ember szíve szakad meg ilyenkor, nem? Ez a legrosszabb, amit mindenki mond, hogy persze, legyél szigorú, mert nem tudom, csak ne alázd meg sok ember előtt, mert az égbe igazán. Még csak nem is a pofon, vagy egy ilyen makarenkója, amit az ember néha úgy nem tud megállni, hanem amikor sok ember előtt alázod meg, az égbe igazán a gyermekbe. A gyermek lélekbe, tehát akkor teszed igazán tönkre, amikor ennyi ember előtt megalázod. Az a legsúlyosabb büntetés, súlyosabb, mint egy pofon. És pedig aztán én nem emberem a gyerekemet. Ezeknek a szülőknek semmi közük nem volt soha semmilyen sporthoz. A saját meg nem élt vágyai. Igen. Persze, és aki nem élt, és be nem teljesedett vágyai. Abszolút. Miért is lettem volna paplaci? Hát csak soha nem boxolt. De le, ha akarja, lehet. Na jó, van. Hát köszönjük az SMS-eket. Tudtuk, hogy ez egy jó téma lesz. Elképesztő. Elképesztő sok szülő van. Igen. Best of Morning Show. A Morning Show legjobb pillanatai. Tegnap voltam a városban este, és olyan helyes dolgot láttam, hogy egyszer megőrültem. Le akartam fotózni, csak gondoltam, nem fotózok be az ablakon valahova, mert akkor ők azt hiszik, hogy én úgy tűzök belőle. Főleg nem a harmadikon, igen. Helikopterrel, ahogy egy mesztelenő szivarozott a balkonon, persze, 130 kilósan, egy angol buldoggal. Nem, voltam tegnap a városban egy rendezvényen, de nem is ez a lényeg, hogy megint kaptam egy díjat, hanem... Ja, láttam egyébként, basszus, most láttam, hogy települ az év prémétje. Igen, az év prémétje, hülye állat. Nagyon jó volt a dekoltásom. Következő volt, Kazinci utca, megyek, leteszem a kocsit valahol, és megyek előre. Teszem egyik lábamat a másik után, ugye? Te tudsz ilyet? Kocsi nélkül, mert oda, ahova mentem, oda nem lehetett menni autóval. Elmentem egészen az utolsó utáni pontig, ahol még lehetett menni, vagy ahova még lehetett. Ott letettem az autót, és megnéztem a telefonom, hogy ez legalább 200 méter lesz, rohadtul ki voltam. De ott is csak azért, mert felült a zaj. Rohadtul ki voltam, felült a térkőre a kocsi aja, ott megálltam, ott hagytam. És egy ablakon keresztül azt láttam, ez közvetlenül a Klauzál tér előtt volt, de még nem a Kazinci utcában, hogy helyes idős emberek táncolnak egy klubban, és élőzenében ott ül a zenekar, iszonyatosan brutálisan nyomja az élőzenét, és 70-80 éves kis papperek, mammerek, nagyon cukin, felkérik egymást, jó, táncolnak úgy, hogy voltak itt nem kértek fel, ott üldögélt, várta, hogy felkérjék, néhány idősebb, nagyon helyes Didi dohányzott azért a tangóklub előtt, bent pedig egy kis társas táncot. Miki volt rakva egy pad, mint vidéken, és kinültek, és beszélgetek. Kinültek, álltak, hogy egy kiben nem lehet rágyűjteni, kint dohányoztak. Iszonyatos, hogy mi mondták a nagybőgővel, a hegedűvel, dobbal, nem tudom, üsdobbal, persze, lápi hegedűvel. Minden volt. Igen, meg körte muzsikával. És bent táncoltak, de olyan helyes volt, hogy meg kellett állnom, és gondoltam, hogy csinálok nektek egy fotót, hogy lássátok. Figyelj, olyan volt, mint a vállátok. Hogy tudjátok, hova mentek egy év múlva. Nem, olyan volt, mint a Buenos Airesben sétáltam volna, és egy ilyen tangó klubba egyszer csak egy bepillantást nyert, mert Argentinában mi voltunk ott forgat, tehát tényleg ezt látod, ott minden sarkon tangóklubok vannak, és mindenki iszonyatosan táncol, utcán, bent, kint, mindenhol, mindenki táncol.
elképesztő helyesek voltak. Igen. És rájöttem, és azon gondolkoztam, hogy milyen jó lenne valahogy így megőrizni saját magunkat, ha megkapjuk azt a lehetőséget arra, hogy 78 évig éljünk, és nem tudom, mi történik még 20 év múlva, hogy kicsit lemenjél egy ilyen klubba, akár ismerkedjél egy picit, flörtöljél, táncoljál, és csak jól érezd magad. De és jó. Ez elsősorban már nyilván nem a szexualitásról szól, és arról, hogy te most felszeded a izét. Kicsit oda dörgölőznek még. De jó, kicsit azért táncolnak, kicsit benne van az erotika, kicsit azért ott a pasikot nagyon körbe táncolták a csajokat. Kis életkedv, kis Buena Vista, szociális klub. De tényleg szociális. Jó. Annyira helyesek voltak, mondom, hogy megálltam, és mondom, hát hová fejlődött ez a város, amíg én nem voltam benne nagyon a belvárosban éjszaka, mert ritkán jár be az ember, főleg ha agglomerációban lakik. Úgy elszoktam ettől, és baromi helyesek voltak. És vörös rózsák az ajkak között volt ilyen, és Kovács bácsi ráhajó, Szabó néni, és úgy marad. Ütötték alulról a lányok szoknyáját, a nők pörögtek, és ilyen rakabili arcok, 8 évesen nyomták. És nem virág volt a szájukba keresztbe, hanem parti fákja, és mind a két végén. Ott volt Elvis imitátorok, kábriókkal jöttek, és Chevy kábriókkal. Nem. Nagyon jó. Én meséltem nektek 3 vagy 4 évvel ezelőtt, mi a BK-val elkezdtük ezt, hogy hetente egyszer elmegyünk. Csak aztán csúnyán meghúzódott. Csúnyán az elsőnél olyan izomlázom volt, hogy majd hazamenni alig bírtam. Ilyet, hogy le kellett volna hajolni, hogy a BK átcsúszol a lábad között, beállt a derekat, nem ment, és ott ember sem. Igen. És emel, nem te BK, Feri! És az eldobós Rocky figuránál így kivágta az ablakon. Figyelj, nagyon jó volt. Mi imád. Szenzációs. Minden szerdán mi mentünk, és már készültél rá, párok jöttek, ment a izé dumálás. Nagyon jó. A végén brutál swinger, vagy ez nem az? Az? Nem, akkor jó. Nyugtass meg, hogy volt valami izgalmas is. Egész este táncoltatok. Akkor már békának haza kellett menni lefektetni a gyerekeket, és sajnos már nem maradt. Majd én maradok életem. Hagyd csak majd én. Mindig ez a vég. De valahogy helyesek voltak, aranyosok voltak, és egy álltam tátott száj, és azt mondtam, hogy ha na, lehet választani, hogy, akkor így. Tehát ne egy híradóval vitatkozó, mindenkibe belekötő, a szomszéddal rosszban lévő, a kutyaszart a másik autóján összenyomó, szétnyomó, a kisgyereket direkt megmérgező öreg nyugdíjassá váljunk, hanem egy ilyen életszerető. Piros lámpánál az autósokat bottal fenyegető. Igen, egy ilyen kerekes kosarat húzza. Hogy valahogy ne így, hanem így, ahogy ezt ők csinálták. És mondom, álltam ott a kirakat előtt, és néztem őket, szenzációsak. Szenzációsak voltak. Annyira cuki voltak. Mondom, és igazi mammerek. Paperek. Tehát nagyon-nagyon tolták. És láttam magunkat Antonio is ott. Banderas ott volt már? Igen, Andy Vajnával polkázott. Azt mondom, hogy Andy Vajnával, ami most látta pont a, nem tudom, a riposztom, hogy hol, hogy Andy Vajna meglátogatta, ugye. Andy ébren volt. Polka közben nem szokott soha. Nem, most nem, a kicsit passzívan. Igen. Antonio Banderas Palácsik TV-vel tangózott, miközben Andy szúnyogált a sarokba. Igen. És bar a fejem pörgött Dir Gergens. És oda be a habonyárpad is betakarta egy kockás pléddel, hogy ne fázzon. Mert ez érdekes mód, ezt így ebben a formában nem láttam. Na de hogy, tényleg nem aranyos. Így kellene? Nem így kellene megidősebb, megöregedni, ez nem jó szó, mert ők nem öregek. Tehát nem is jó szó az, hogy öreg, hanem egyszerűen idősek, de hogy ugyanúgy szeretik az életet, és miért ne szerethetnék egyébként? Bármi valamit találni magadnak, amiben ki tudod élni ezt a nem feltétlenül a táncot, lehet más is, de tényleg jó, hogy ilyet találni. Ez, igen. Hogy valamiben tényleg megtalálja az örömét. Erről jut eszembe holnap Master súlyemelő és szabadidős verseny, BKV előre Masters. Az is jó. Na, egy nagyon helyes hírt találtunk, és muszáj róla beszélni, mert a történet egyébként kapcsolódik ahhoz, amit felvezettem, de egy kicsit más origóból, ugyanis Bálint nyalta. Bálint, hol vagy? Gyuri bácsi, akiről tudjuk, hogy ki ő, hát az ország kertésze, ha lehet így mondani. Igen. Az ország kertésze 97 éves, hát Isten értesse sokáig. Bármennyire is próbálkozik német Kristóf, az ország kertésze még mindig Bálint. Igen, ez nem tudta kiütni. 97 évesen is autóba ül. Nem is erről kell beszélni, mert hogy miért ne vezetne, hanem a cikk azért nagyon cuki, amiről szól, mert elmondta, hogy ugyan 2 hónap múlva lejár a jogsérelme, ez egyáltalán nem baj, ugyanis ő irillése méltó frissességgel, boldogságban él, és 27 évvel fiatalabb feleségével mulatják együtt az időt. Úgy könnyű. Viszont a 27 évvel fiatalabb felesége nem nagyon engedi, hogy ő beüljön az autóba. Aha. Mert félti, mert már idős egy picit, talán nem olyanok a reflexei, és lehet, hogy valami baja történik, vagy ne adj Isten esetleg okoz valamit, amit mondjuk nem akar. És nem engedi a feleség, hogy vezessen, ezért ő titokban
amikor a felesége nincs otthon, 97 évesen elköti az autót, és elmegy egy ilyen élmény vezetésre. Nem áll, hogy a kormány alatt a két vezetéket összeérinti, vagy hogy? Feltölje a saját autóját, fönnyül fölül egy benzines fűnyíróra, egy 3-5 permetező zetonna kálcázva. Nem, hanem arról szól, hogy ő titokban, amikor az ő párja a szerelme nincs otthon, akkor titokban vezet. És hát ez egy szenzációs történet, hogy ő ellopja a család autóját, és amikor teheti, vagy a felesége alszik, vagy nincs otthon, vagy elmegy vásárolni, elmegy egy kicsit titokban vezetni. Kis titokban vezetés. És szerintem... Alszol, szíve. Alszol. Hello. Hello. Na jó van akkor. Irány a garázs. Kitolja ez az autó, hogy nehogy be kell indítani még az udvaron, és majd az utcán. Lemelkedő tetején üresbe tesz. Igen. Legutóbb azt mondja, például olyan trükkel ment el otthonról, hogy tudta, hogy Antoni elfoglaltság miatt nem lesz otthon, beült az autóba, és elment egy kertészetbe, és úgy próbált bocsánatért esedezni, hogy a kertészetből hozott egy cserepes virágot. Az ő párjának nagyon cuki egyébként, hogy oké, elloptam az autót, megint vezettem, lehet, hogy már nem kellene, de hoztam neked cserepes virágot. És ami erről eszembe jutott, hogy szerintem egy idő után minden kapcsolat eljut oda, hogy előbb-utóbb mindenkinek lesz saját kis titka. Ha értitek, hogy mire akarok gondolni. Ja, azt hittem, hogy 27 évvel fiatal a felesége. Hát, mert akkor jövőre mi egy 20-as be tudunk. Ja. Nézzétek, akkor jövőre nektek 20 éves van. Veri, hogy elgondolkozott. Átdobom ezt a cikket anyának. Töröm az utat. Elmondta, hogy ő egyébként nagyon cuki a történet. Elmondta, hogy az ő párja abban bízik, hogy nem kér új jogosítványt. De hogy ő erről nem akar letenni, ő akar új jogosítványt kérni. És a párja azt mondta, hogy szólni fog a dokinak, hogy ne találják alkalmasnak. Tehát ő elmegy majd az orvosi vizsgára, és azt mondja, hogy jaj, hát az öregnek már nehogy adjuk meg a jogsit, nem lát. De ő mondta, hogy már pedig ő mindent megtesz. És biztos hallgatóink is, akik hosszú távú kapcsolatban vannak, mert elsősorban arra gondolok itt, hogy tényleg nem egy pár éves kapcsolat alatt, de 10-15-20 éves házasságok alatt kialakulhat olyan kicsi titok, amit a te párod, a te feleséged, életed szerelme nem tud, és te rendszeresen űzöd, és okoz egyfajta lelki kielégülést, hogy te azt csinálod, hogy nem kapnak rajta, hogy nem tud róla, és az csak te és az adott dolog között létezik úgy, hogy az a ti kettőtök titka. És életed szerelme, a feleséged, akivel leéltél egy életet, vagy hosszú ide, vagy párkapcsolatban, nem tudja, hogy te minden szerdán este 6 és 4 hét között. Vagy, és most nem nőgyekre, meg megcsalásra, meg nem tudom, Éva panzióra, a Rákos keresztúra gondolom. Éva panzió? A Rákos keresztúri Éva panzióba játsz mindenkedve. Félszuterén szobában döngölsz egy 18 éves kis csaj, tehát nem erre gondolok, hanem az apró kicsi hétköznapi titkokra, amit nem tudsz, nem akarsz elmondani, vagy úgy érzed, hogy ez csak a tiéd, és a párod, a feleséged, a férjed, mert szerintem a csajoknak is van ilyen, ha tudná, valószínűleg nem engedni, vele szólna, kotnyeleskedne, és ez valahogy jó azt magadnak megőrizni, ugye? Hát szerintem mindenkinek van ilyen. Erről jutott eszembe, hogy bármint között a titokban vezet. Ez az ő titka, most lebukott, ez ugye jó. Kiderült, de hosszú-hosszú évekig már azt hitt az ő párja, hogy nem, a kocsi le van tudva. És egyszer jött haza, és ott próbált beállni a garázsba, mekkora bukta, és próbálsz kiállni a garázsból, vagy beállni a garázsba. Ja, nem úgy volt. Tehát ez mindenkinek lehet ilyen titka. Gondolkozom, hogy a pornónézés nem tartozik ide, Jani, légy na most szíve, ezeket gyorsan pipáljuk ki, tehát ezen menjünk át. Mert meg ugye... erről tud. Ugye azért nem mondod el, miért nem mondod el? Mert nem engedni, mert féltene, mert megfúrná a dolgot, mert elégedetlenkedne, mert morogna, mert beleszólna, vagy azt, hogy mennyi pénzt viszel, vagy ne erre költsük, vagy adjuk a gyerekeknek, adjuk az unokáknak. De akkor nem őszinte a kapcsolatunk. Dehogy nem, akkor válik igazán őszintén. Ha kiderülne, hogy mit tudom én, érted, fönt a izébe, itt tudom én, a lift tetején, vagy lent a mit tudom én, a közös helyiségben, vagy a kukatárolóban, te mondjuk busóállarcokat faragsz este 10 után, miután lefeküdt mindenki aludni. Szerintem egy kicsit, igen.
ha ezt a kukatárolóban csinálnám, megsértődne. De most nem arra gondolok, tehát én nagyon egyszerű dolgokra, hogy van a feleségnek egy macskája, és minden vasárnap délután fél hatkor te belerúgsz. A feleségem nem tudja, hogy hosszú ideje rohadtul utálom a kutyáját. Ezért, amikor ő nem látja, akkor a klumpámból egy kicsit mindig aláteszek. Szegény kutya már nem annyira érzi, már kicsit süket, 16 éve van velünk. Ugyanazom azt a szenvedéllyel, amivel Gyuri bácsi vezet. Gyűlölöm azt a rohadt kutyát, imádom a feleségemet, de nem tudja, hogy megörülök az aranyhalajtól. Ezért minden évben szisztematikusan hármat megölök. Érted? Most csak próbálok benneteket... Ez cuki. Ez cuki. Sokáig kerestem a szót, de ez tényleg cuki. Megölni a halait. Olyan apró titkokra gondolom, hogy tényleg nem arra, hogy mit felpróbálod a fehér neműjét, amikor nincs otthon, és illegeted magad a tükör előtt. Tehát nem ilyenekre gondolok, hanem kicsi, apró, hétköznapi titkokra. Két hetente beleöntesz egy deci domestos az akváriumba, és együtt síratod vele, aztán álságosan a vitorlással akad. Tényleg ez aranyos. Titokban eltünteted a cuccai. Titokban csokizol a spejzba, és évek óta... És a patkányokra fogod a kupacot. Én a nutellát a gyerekekre fogtam mindig. Na, erre gondoltam, hogy lefekszik a párod, és elmész valamit úgy enni, és 16 éve zabálod úgy a nutellát, titokban egy kanállal, hogy nem érti, hogy miért, hogy el... De te tudod, csak neked az jól esik. Mindig nagyon árulkodó. A barna foly. Tudjátok, hány ilyen titok van? Szent meggyőződésem, hogy tele vagyunk, a kapcsolataink tele vannak kis titkokkal, és itt most tényleg nem nagy dologra gondolok. És az jó, az kell. Tavaly én fél évet nyomtam úgy végig, hogy ész egy ilyen, egy újnyi nyalatot. Csak a nutellából, és mindig a srácokra fogtam. Undorító, de az új adar ráadásul? Hát persze, mi, mit gondol, mivel? Az én nutellám, meg a család. Most mi baj, megmostam előtte a kezem. Így újjal. Most rákented a gyerekekre? Az ugye hosszú ujjaddól, amit sok mindenre használsz, vagy a sutával? Nem, volt egy, ez az ujjam, ez a nutellás ujjam, ezt csak arra használom. De nem, tök mindegy, nem? Nutella, az nagy csábítás. Általában a mogyorókrém az nagy csábítás. Ja. Igazságod van, így hívják. Igen. És akkor simán a gyerekeket tudod kenni. Dugívás. Nem mondjátok, hogy nincs olyan hallgatók, aki dugiban iszik, mert a felesége félti, vagy kicsit már kezd alkeszt lenni, és ezért a feleség eldugta az összes üveget. Én tudom, hogy lesznek ilyen esemesek. Hol voltál? De hülye, amellett, hogy makonya részegen hazamész, meg kicsit titokban, mikor a feleséged lefeküdt, egy picit a konyakot, egy kicsit sütcses, picit berántaszod a konyh mögé egy korcsot, és érted, de bekapsz egy kis petrezselymet. Este megriadsz, és akkor így, amikor kérdez, hogy hova mész, akkor így eljátsz, hogy nem tudom, szerintem túl sok. Mindjárt jövök ki, mindjárt kérdez. Így, és aztán később visszajössz, és így, fényi nyugodtan, semmi gond nincs, én kicsi szívem, még mindig nagyon szeretlik. De nem, a titokban ivás az nem arról szól, hogy összehányva talál magadra, vagy rád a feleséged, mert benyomta három. Már csinálod. Beheroftát, érted? A titokban ivás például arról szólhat egy hosszú ideje tartó házasságban, hogy amikor a feleséged lefekszik, vagy amikor a feleséged elmegy vécére, vagy elmegy fürdeni, onnan és kicsit bedosz, kicsit jobba kedved, megrázod magad, kiöblíted a szád, és kész, és nem jön rá. Fú, ez alkoholizmus, ezt úgy hívják. Azt igen, tudom. De ez egy kicsit titok, ami csak tiéd, és a konyaké vagy. Sajnál a kettő kulitra arra riadt fel a Viki, hogy valaki azt üvölti kint a konyába, hogy zöspeletes kicsi házta! Hol volt egy csak pisilni? Nem kezdek el vitatkozni a híradóval. Nagyon gyerekgitár játszani. Az egy festmény a falon, Balázs, ez nem a tévé. Például a Viki titokban iszta meg az X-edik kávéját mindig, és próbálja előttem letagadni. Aha, és hogy, ha tudnád, hogy nem is kávé, de nem, mindegy. Tudom, hogy én tudom, azt mondom, ígyon kettőt. Igen, persze, és tesz bele egy kis konyakot is. Igen, miért érdekes, hogy mindenki egyébként zugiba ott állt. Te zugiba vagy. Tehát a harmadik kávét még megissza, de már tudja, hogy én azért leszúrom, hogy ne kávézzon ennyit, hatkor már ne igyon kávét. És akkor sokszor van úgy, hogy mint egy kicsit később jön haza, megáll valahol. Mit iszol? Bedekó, persze. Ikkávé. Látom, hogy kitágult pupillákkal jön. Ikkávé. Ő letagadja. Tehát nálunk van egy ilyen kollektív hazugság. Én is tudom, hogy megitta. Ő is tudja, hogy én tudom, hogy ő megitta. És akkor nem ittam. Meg nem, tehát nem. Mi van? Mondja, és lerántja a szájgot az asztalra. Kész van a konfentőben, cserebogár pózba pörög a konyha köven. És a következő mozdulat, hogy lefejli a kenyérsütőgépet az asztalra.
Édesem, megmondtam, hogy az ötödik kávédat ne idd meg este fél nyolckor, mert mindig leféled a forró kenyérsütőt. Ne, onnan látom, hogy beleég a pirítós a homlokába, tudod, látom, megint brokkolis pirítós volt. Na, te mit csinálsz titokban? Én tudom, hogy ez a téma működik, én na, még nem ültetek föl a vonatra, de én higgyétek el, hogy hiszek benne. Igen? Mi közösen a Péterrel nem találunk egy kis szobrocskát. Eltűnt egy szobor a lakásba. Egy Úristen, ez nagyon Péter beteg, nem erre gondoltam. Drucker, és kapott egy gyönyörű porcelán szobrot. Ez a közös titkotok, idején. Hogy nem találtok? Mit? Nem közös, találjuk. Ez az Annáé. Ja, Anna ja most jó, Balidenia van. Meg. Olyan szép, egy újpest focista, amint lendül a lába is, rúgja a labdát. Jaj, de szép volt. Nem találjuk közösen. És közösen, és mindig te is keresed odaadóan, és mész, oda, és hol lehet ez a szobor? Hova pakoltuk, hova pakoltuk? Ennyi év házasság után eljátszod a férjednek, hogy te ez egy hullóházi porcelán volt, egy csoda, és hát ez egy gyereke. Hát ez hol lehet, hol lehet? Anna, nem láttad a szobrot? Melyiket? Ugyan... Amin a töröcsi kikér még egy fröccsön. Igen, ez az. Igen, nem és végleg nem találjátok, ha érted, mire gondolok? Vagy te még egyszer van esély arra, hogy megtaláld? Még rá hogy megtaláljuk, de nagyon-nagyon messze el. Van mélyen biztos valahol. Biztos nem tört el. Nem tört el. A feje se tört rá, a labda se tört. Nem találjuk. Na, ez is egy kicsit titok. A közös szoborkeresés. Miközben azért szent meggyőződésünk, ugye, hogy valaki a párból tudja, hogy hol az a nagyon szép porcelán szobor. Lila sortnadrágja van neki. Úristen. Én megértem, hogy ezt nem találjátok. Nem találjuk. Nem. Meg én abba szoktam még egy kicsit így turpiskodni, hogy Péter még mondja, hogy lefeküdtél aludni délután, ha volt rá időd? Volt rá időd? Tudom, hogy volt. Aludtam. Ja, hogy a délutáni alvást be kell hazudni egy picit, hát igen? Egy picit be kell, mert aggódik, fáradt vagy, korán kezd. Aludtál? Igen, aludtam, de nem aludtam, hanem különféle dolgokat tettem olyankor délután. Na, például titokban alvás, ugyanez. Titokban cigarettázás. Szent meggyőződésem, hogy rengetegen bagóznak úgy, hogy a párjuk nem tudja. Biztos vagyok benne. Gyorsan beleszívok egyet, kimegy, fönt van, kettős luk, elnyomom, bekapok egy rágot. Olyan helyen voltam, átvette a ruhám a szagát. Hidd el, hogy nagyon sokan csinálják, ott már balhé van belőle, a pasi unja, elege van, a csaja folyamatosan, a feleség állandóan cseszteti. Kettőt szív gyorsan kinn a kerbe, elnyomja, bekap egy rágot, és bemegy. Leszaladok a kocsihoz, valamit ott hagytam. Neked volt ilyen? Neked nem kell dohányozni, volt? Volt egy régebbi párom, nem nagyon szerette a dohányzást, és akkor én mondtam, hogy jó, akkor megpróbálok leszokni, hát nem sikerült akkor még, és a panelházban laktunk, aztán második emeleten, és le kellett járni, hát nem vittem. Olyan sűrű, sose vitte le a szemetet senki. Igen. De csak egy joghurtos dobozba van, leviszem. Nem baj, leviszem, itt nem fog műzelegni. Jaj, a kocsiba. És gyorsan akkor két szár, és akkor két sluk, igen, és rágó. Aha. És mindig rossz volt a lift, mert nagyon sokára jön a kérdés. Persze, és két sluk gyorsan, azt elnyomod, mert gyorsan rágót bekapod, már akkor tartottam lent a kocsiban rágót, és vizet is, hogy ki tudjam mosni a számat, de hát nyilván észreveszi. Hát egy szájra puszinál, igen, és mindig igen. Nem lehet elnyomni azt, hogy szájpenészed van. Most nem csokkolózom. Igen. Én titokban mobilozom például nagyon sokat, tehát én a budi rengeteget mobilozom, és nálunk az a... Mami, micsoda? P-mobilt hallott? Én szeretem a P-mobilt. Nálam mindig két forint. Ez a dag. És mit mondasz, hogy szorulásod van, azért ülsz annyit bent? Hát tudja a Viki, hogy te azért ülsz bent, nem mobilozol. Lenne baj, csak a gyerek mindig rám tépi az ajtót. Én meg ott vagyok, hogy nagyon kiszolgáltatott pozva mobiltelefonnal a kezemben. Mondom, léci, legalább ezt hagyjátok meg nekem. Majdnem volt még, hogy reflexzelő hátra nyúltál vele. Jaj, megint rossz kezemben indítottam el a folyamatot. Nem, nekem egy ilyen titkos szeánsz, de nem annyira titkos, mert általában a gyerek lebuktat. Tehát bejön, ugye, mert nem bír ki. Nélkül, vagy labdázunk, hát, amit csináljunk, és legjobb. Ott ülök nyomorultul letoltgatjával mobillal a kezembe, és éppen olvasom az e-mailjét. Ilyenkor már ennyi sem maradt. Rácsörög, és nem vagy elnémítva. És megszólal bent a WC-ben nálad. Ugye nincs nálad a telefon. Ugye nem van a... Nem. Akkor mi ez a hang? Megkapogom. Ennyire még nem durva a dolog, hogy kamu hívjon, én meg ott vagyok a WC-ben. De én szeretek oda elvonulni. Tehát akkor ott meg tudom nézni az e-maileket, kicsit lehet ott. Nem is biztos, hogy történik valami a budin, csak jó, egy kicsit tudod, oda beülök, és akkor ott a sötét budin tudok egy kicsit internetezni. Szóval higgyetek el, hogy minden kapcsolatban vannak ilyenek. Na, drága hallgatók, írjátok meg nekünk, jó? Azok is érdekelnek bennünket, akik 20-30-40 éve házasságban vannak, vagy ha friss kapcsolatotokban titkoltok valamit, tessék bevallani. Hölgyeim és uraim, ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. Az
lesz, te mindenit. 3:49 lesz, pontosan 4 perc múlva. Milyen szép neve van. Oblisztyi. Oblisztyi, Sutyi, Mutyi, Putyi. Aloha. Aloha Vera. Ez a gyerek, ez a Vera, hogy énekel? Ez a Aloha Vera. Itt vagyunk, ez a hávai magyar kislány. Aloha Vera. Aloha Vera, gyere ide, Veracska. Na, ugye arról beszélgettünk, hogy a hírek előtt egy nagyon helyes történetet találtunk. Bálint gazda 97 évesen trükkel vezet autót, amikor az ő párja, élete szerelme, aki egyébként 27 évvel fiatalabb nála nem látja, elköti az autót és titokban egy kicsit vezet, lebukott, és a párja szeretné megakadályozni, hogy újra jogosítványt szerezhessen magának, sőt, mi többi odáig ment, hogy azt mondja, hogy hát bemoszarolja majd a dokinál, és megpróbálja elmeszelni az elővizsgálaton, hogy ne kapja meg Bálint gazda a jogsit, mert hogy talán már nem biztos, hogy jó, hogy az ember 97 évesen vezet. Félti a párját. Félti a párját, igen, a történet nagyon helyes, és mi ugye nem arról kezdünk most beszélgetni, hogy mit lehet és mit nem lehet ennyi idősen, mert ha az ember olyan állapotban miért nem vezethetne, hanem arról, hogy egy idő után szerintünk minden kapcsolatban eljön az a pont, amikor titokban valamit az ember úgy csinál, hogy a párja nem tud róla, megjelennek ezek a kicsi, nem nagy horderejű titkok, titkocskák, de mégiscsak a saját lelki békéd miatt valamilyen elhallgatott dolgot úgy teszel meg, hogy egyszer jobb érzés nem elmondani, jobb érzés titokban csinálni, sőt, annak a dolognak még akár jobb íze van, ha az idődet töltöd valamivel, akkor meg egyszer jobban esik. Úgyhogy a házártos férjed, feleséged, aki morogna, beleszólna, nem tud róla. Kell, minden kapcsolatban kell egy ilyen holtsáv, amit nem pásztáznak a figyelőszemek, a kamerák. Nem lehet picit, hogy a másik oldalt nézve, hogy egyébként ezekről a stiklikről mindenki tud a másik fél. Olyan is van. Szerintem nem olyan is van, el, hogy tudod. A piát nem érzed a párodon, a cigit, a dugi cigit. Nem lehet nem érezni egy nem dohányzó. Hát dehogy nem. De biztos, hogy van olyan. Azt mondja, jó van, csináljad, mindegy, ez legyen a legnagyobb örömöd az életben. Itt vagyok végét sárkánynak. Igen. Abszolút. Amikor elmegyek vásárolni, tudom, hogy a párom bevágja az ikreket a kisávba, és elbarikádozza őket, hogy ne mászkáljanak. A nagy 3 éves meg leköti mesével, hogy önnyugodtan laptopozhasson. Még csak kárra hoztatni sem tudom, ismerve a gyerekeinket, puszi. Nekem sokak számára bizarr szokásom van, ami a férjemet is kikészíti. Imádom a nyers húst. Mindig titokban kell csipegetnem, és szörnyű, amikor lebukom. Enikő küldte nekünk. A lépcsőházban lakik egy papi és egy mami. A papi minden délután bicikli gumit szerel lent a garázson, mert állandóan kiukad. Persze a garázsban piált titokba. Egyszer kicsit túllött a célom, mert úgy kellett felvinni, nem bírt megállni a lábát. Két napot egy defekt. Az én titkom, mikor nincs itthon a férjem, a kutya feljöhet a kanapira, sőt, ha éjszakás, akkor együtt is alszunk a hálóban, az ágyunkban, titokban. Na ugye? Na hát erről beszélek. Mondjuk utána a kutya szőrt azért könnyen megtalálja az ember. Faterra a kamrába rejtette a befőttek közé a pálaszt, ott zugivott. Aztán egy levegővel rohant át a nappalén az udvarra, ahol a műhelyben bevett egy negrót. Persze anyám úgy csinált, mintha nem tudná, Laci küldte nekünk. A kereskedelemben dolgozom, van egy pasi, aki minden nap több sört és felest elfogyasztott. Átkerültem egy másik boltba, ahol a felesége jár be, és elmesélte, hogy az ő férje milyen jó ember, csak ritkán iszik, mert szívbeteg. Én már csak pislogtam nagyokat, mert tudtam az igazságot. De milyen nő az, aki nem veszi észre a férjén, hogy ittas minden áldott este. Ez aztán az ugivás. Puszi. Mi ez? Mama, tudod, a szívgyógyszerre. Igen. Hogy innék? Nekem az anyósom iszik dugiban a Spice-ból, mindig tudom, mikor iszik, csak akkor van jó kedve. A pálinka a favorit, és azt hiszi, hogy nem veszük észre az aposommal. Ilyenkor nagyon melege van. Én általában a férjemet szoktam kukkolni a WC-n, miközben mobilozik. Néha gyereket is beküldöm, hogy ő buktassa le, amiért nem vallja be. Ezt Viki küldte nekünk. Este a férjem az emeleten nézi a tévét, én lent a nappaliban nézem a tévét, és nem szereti, ha a nappaliban eszem, ezért felhangosítom a tévét, hogy ő ne hallja, és úgy eszem a fagyit. Dóri küldte nekünk. Én vagy egy órát fürdök, de közben alszom a vízben. A férjem mindig beszól a fürdőbe, hogy ugye nem aludtál el. Erre azt válaszolom, hogy nem, de hogy nem, ott szúnyogálok a kádban. Ha van egy hallgatónk is a vonalban, halló, jó reggelt! Sziasztok, Csilla vagyok. Hello, na, te csinálsz valamit titokban, vagy valakid? Nem, nekem egy régebbi sztori, a nagyapám volt az, aki hát 45 év után a család is, még a nagyim nyomására is, ugye a nagyim is dohányzott, de állítólag leszokott, leszokni kényszerült, és hát nem tudom, hónapokig lejárt stikába babúzni a szuterénbe, le a pincébe, a kazán mellé. És hát egyszer, amikor lent a rituáléját végezte, nyílt az ajtó és belépett nagyanyám, mire a nagyapám életében elnyomta a cigit és bebújt a lomb mögé.
ez milyen, mikor 30 év házasság után bujkálsz a feleségét. De annyira igen, cuki. De ez tök jó volt, mert anyám is a kávéjával ment le és rágyújtott. Ja, hogy ő is tikába ment oda dohányozni? Na, ez a kemény. Igen. És hát nagyon ezt így látta, először megdöbbent, majd utána előjött a lomb mögül, és odaállt mellé, szó nélkül rágyújtott, ami itt halálnyugodtan. Rágyújtott, szó nélkül elszívták a cigit, egy szót nem szóltak állítólag egymáshoz, és ez volt az utolsó mind a kettőjüknek. És ott letették. Zseniális. De helyesek egyébként. Ebben ez a kemény, és ezért jó ez a tém, hogy 20-30 év után bujkálsz. Miért? Elbújsz, mert jön a feleséged, és bujkálsz a lomok mögött, hogy ne találjuk meg. Köszi, igen, hogy elmondtad. Ciao. Hello, hello. Péntekenként valójában hamarabb végzek, de kiugrom 2 órát pergetni. A botot csütörtök este csempészem ki a kocsiba. Ma is péntek van, írja nekünk a hallgató. Ugye ez is milyen szép. Kicsit hamarabb végzed, de elmész 2 órát gyorsan. Pergetés. De mit szólna az asszony, ha azt mondja, hogy figyelj, nem akarod hallgatni, morog, miért nem jössz haza, miért nem vagyunk együtt. Hát ha százszor valaki morog valamiért, akkor 100-szer elmész titokba. Ha az asszony nem szólna semmit, és figyelj, mennyi érez jól magad, akkor nem kéne titkolni. Tehát valamiért titkolnod kell, tehát abban bele vagy kényszerítve. Megint kimentél pergetni. Most el kell mennünk valami szakértőhöz, beszélünk jelen egy családterapeutával, mindig pergetsz. Igen. Itt van velünk Bori. Hello, Bori, jó reggelt. Sziasztok. Hello, mit csináltál, Bori, vagy mit csinálsz? Hát tegnap volt, illetve tegnap kezdődött ez a glamour napos akció szerte az országban, és én ezt nem vallottam be a férjemnek, de tegnapra Szabit vettem ki, és kezdtem egy laza manikűr pedikűrre, majd az egész napot vásárolgatással folytattam, és aztán még máig se tudja, úgyhogy ha most éppen most megy munkába és titeket hallgat, akkor valószínűleg most jön rá, hogy mi történt tegnap, hogy nekem mi volt a programom. És mi egész nap nem hívott a férjed, vagy nem kellett elmondani, hogy hol vagy? Hát már egyszer felhívott, akkor éppen mondtam, hogy most itt kijöttem, kint vagyok, de nem mentem bele részletekbe, mondtam, hogy le is teszem. És egész nap vásároltál. Aha, az szép. Igen, azt nem tudta, igen, és akkor hazaérve este, ugye mondtam, hogy mennyire elfáradtam, milyen nehéz napom volt, és még egy picit össze is kaptunk ennek okán, hogy én mennyire fáradt vagyok. Te hazudj! Tehát egy egész napos manikűr pedikűr vásárlás után még otthon hoztad az áldozatot, hogy te milyen fáradt vagy? Hát igen, hogy ne legyen gyanús. Aha. Túl kipihent, túl feldobott. Hát gyönyörű. Túlzottan is fel vagyok, dobva ne legyen feltűnő ezért. És mi lett volna, ha tudja? Tehát ha elmondod, hogy te ma nem mész be, hanem egész nap vásárolsz, morgott volna? Nem morgott volna, csak... De így jobb volt. Neki vannak drága hobbiai, meg szeret költekezni, és akkor na, ugye, amikor azt megbeszéljük, hogy azon fogjunk vissza, akkor nem olyan jól mutat, hogyha én egész nap vásárolgatom. Ja, hát te meg közben nem mész vásárolni. Aha, értem. Köszi, hogy elmondtad. Ciao. Tuszi. Hello. Szia. Én sportkulacsba teszem a vodka narancsot. Már. Egyszer véletlenül elvitte a gyerek edzésre a kulacsot. Úgy rohantam utána, hogy hozza vissza, és cseréljen. Kulacsika, ne így áll bele. Igen. Azt mondja, nekem egy titkom van, ez pedig a füvezés. Esténként, ha elaludt a párom, mindig elszívtam ennyit. Régebben írja egy hallgató. Sosem fogy el az a drága fehérjepol abból a dobozból, amiből naponta 3-szor iszom. Titokban mindig feltöltöm, elkerülve a balhét, hogy ezt a pénzt más is tudnánk költeni. Itt van egy nagyon durva SMS. Én a családdal együtt 10 percig szoktam keresni a gyerek táblacsokiját, amit előtte 1 órával ettem meg. Igazi rohadék vagy. Kicsim, hova raktad? Nem lehet, hogy hát ne csinál. Biztos nem vigyel szere. Utasd a szád szélén. Ott hagytuk az üzletben. Igen, nagyon, nagyon jó. Azt mondja, hogy... Ezt már beolvastam. Múltkor WC-n voltam, újság és mobil nélkül 267 csempe van ide. Egy hallgató arra, hogy megszámolta? Igen, valamit csinálni kellett. Igen. Nekem a párom mindig titokban cigizik, mert tudja, hogy utálom, de én mindig tudom, hogy mikor cigizik, mert érzem rajta. Aztán persze ezzel szembesítem nyilván, akkor pedig mindig letagadja. A szomszédasszonyom is tikában bagózik, mindig lemegy a pincébe tenni a tűzre. Majd domestosszal mos kezet, ki szájvizes öblítés, és kész van. Mi lesz, ha nem lesz már fűtés szezon? Megnézem, hogy lekapcsoltam-e a kazán. Forrójázata is lejársz, hogy felraktuk a napelemeket a tető. Na igen, én szeretek akilás közben bulvárt olvasni és keresztrecsényt fejteni, de a férjem még azt is kizárja a tudatából, hogy én egyáltalán kakilok. Így a kitöltött keresztrecsény számára rejtély, mindig a család más tagjára kell fognia. Jaj. Írja ezt nekünk egy női hallgatónk, Orsi küldte. Az egyik barátom felesége a kéménybe rakta a pálinkát, de ott is megtalálta, hogy a felesége ne vegye észre, vizet öntött az üvegbe helyette. Dundes küldte nekünk, ezt nem teljesen értem. Tehát eldugod a kéménybe a pálesz, és onnan iszol? Iszol, és akkor visszatöltöd vízzel. Aha.
De miért kell visszatölteni vizet? Hát ne lássák, hogy fogy. Ja, és utána azt újra megiszod a vízezett pálinkát? Az igen, ez hülyén hangzik. Ja, azért az magadat vered át, ha visszatöltöd vízzel. Áó, nem jó. Igen. Vagy valaki másra fogod, mert nem is emlékszel már rá. Annyira be vagy nyomva. Valaki viszezi a pálinkámat. Igen, nagyszüleim majdnem megértek a 60. házassági évfordulót, nagyon aranyosak voltak. Mamám eldugta a papa elől a narancsokat és a lekvárokat, amiket később megrohadva találtunk, mert szegény mindig elfelejtette, hogy hova dugta. Papa néha kiszökött, vett egy csomag mazsolás, csokis drazét, és bosszúból egy az egybe benyomta az egészet. Hát, de kemény volt az ereg. Mazsolás drazé. Hányan csinálnak különböző dolgokat titokban, de nagyon jó kis SMS-ek. Nagyon jó kis SMS-ek jöttek. Na jól van. Magyar hangok. Sebestyén Balázs, Rákóczi Ferenc és Vadon János. Hölgyeim és uraim, ez a Morning Show a Klassz FM-en.